Szeretettel üdvözlünk mindenkit a ma esti Kétfarkú Kutya Népfőiskolán. Ez a Kétfarkú Kutya Népfőiskola, ez a Kutyapártnak az ingyenes oktatási programja. Tudásmegosztó, tudásreszelő, faragó program, tehát leginkább arra törekszünk, hogy a közösségi tudást így értékeljük fel, és ösztönözzük egymást arra, hogy egymás iránt, meg a környezetünk iránt tényleg aktívan érdeklődjünk. Hát hosszú távon olyan rendszerekben hiszünk, ahol az a fontos, hogy minél több információt inkább megosszunk egymással, mint hogy elzárjunk egymástól információkat. Én szeretném ismételgetni azt a gondolatot, ami mentén így a népfőiskola is szerveződik, hogy ha belegondoltok, hogyha nekem van információm, és azt odaadom neked, akkor neked lesz többlet információd, viszont nekem sem lesz tőle kevesebb információm értékem, ezt mondjuk nehezebben tudod megcsinálni mondjuk egy cipővel, vagy egy habos tortával. Úgyhogy ez a csodálatos tulajdonsága az információnak. Ez a mai esemény, ez a közösségi komposztálásról fog szólni, és az lesz a résztvevőknek itt a szerepe, hogy egyrészt így szakmai oldalról is megnézzük egy kicsit ezt a történetet, másrészt meg tapasztalati oldalról, tehát elsőre így a közösségi komposztálásra, talán leginkább az jut eszünkbe, hogy valaki kitalálják, fogják magukat, és ilyen ládákat, vagy ilyen raklap tákolmányokat letesznek valahova közterületre, aztán akkor ott elkezdik gyűjteni a zöld hulladékot. Na de hogy ilyenkor milyen problémákkal találkozik az ember, hogyan oldja meg ezeket a problémákat, milyenek az egésznek a szépsége, tényleg a haszna környezetvédelmi szempontból is, mik a feladatai egy komposztgazdának. Erről fognak velünk beszélgetni, és a kérdéseinkre válaszolni Zsolnai Balázs, aki a komposztbarátok hálózatától van itt, Bodrog Zoltán, aki majd maga elmondja, hogy milyen szakmai háttérrel, de minden esetre a Feneketlen Tavi Komposztálónak az egyik aktív ilyen közösségi tagja. Martos Csongora, a Kutyapártnak a zöld kutya koordinátora is lehet, hogy még becsatlakozik, ő neki sajnos most egy másik dolog közbe jött, és ezért nem biztos, hogy velünk lesz, de akkor majd röviden én mesélek a zöld kutyáról, vagy esetleg még a Tomi segít. Aztán itt lesznek velünk egészen különböző közösségi komposztálóknak az üzemeltetői, kezdeményezői, lelkes lakossági karbantartói, Lipcsei Gál Edit, Markó Gergely, Kaló Szabó Anna és férje Kaló Márk, azt hiszem mind a ketten, még talán a gyerek is, hogyha éppen nem fürdik, és Görgei Reiner Rita, aki meg a komposztáló, a bajai komposztáló, vagy a komposztáló bajai, majd kiderül, hogy melyik lesz hangsúlyosabb, fog nekünk mesélni. Én leszek ma a moderátor, Juhász Veronika vagyok, a Kutyapártnak a második kerületi, Budapest második kerületi önkormányzati képviselője, és mivel itt van most közöttünk a meglepetés vendégként a Gráf Tamást is bemutatom, aki meg az országos koordinátora a Kutyapártnak. És úgy szeretnénk akkor haladni, hogy most a népfőiskola már bemutatkozott, én is bemutatkoztam, úgyhogy arra kérnék mindenkit, hogy így röviden mutatkozzatok be, és ha tudjátok, akkor léci mondjátok el azt is így röviden, hogy így a hétköznapokban igazából mivel foglalkoztok, és hogy melyik közösségi komposztálónak vagytok így a gazdái, vagy melyik projektnek. Akkor mondjuk, nem tudom, Zoli, kezded? Ja. Jó, akkor kezdem. Ugye hallotok engem, meg látjátok ezt a gyönyörű hátteret a fejem mögött. Kicsit villog a hajam. Jó, mindegy. Én fizikus vagyok és közlekedésmérnök, tehát természettudományi ember. Egyébként pedig a Sétáló Budapestnek a szakpolitikai vagy szakmai vezetője, és emiatt ugye fogok általánosabb fenntarthatósági, urbanisztikai meg városüzemeltetési aspektusokat is érinteni. Na, ennyit rólam egyelőre. Köszönöm. Köszi, Balázs! Sziasztok, Zsolnai Balázs vagyok, kertészmérnök, növényorvos, rovarász, 10 millió fának a főkertésze, meg az Alba Natura civil alapítványnak itt tagja a Velencei tó körül. Hát ugye komposztbarátoknak ugye az elsőt indítottam, aztán jutott eszembe, hogy mi lenne, ha ebből egyre többen csatlakoztak, mi lenne ebből egy ilyen közösségi hálózat lenne, majd mesélünk róla. És jelenleg a Fehérvár Csurgói Arborétum és Károlyi Kastélyparknak vagyok a főkertésze.
kicsit iskolásan bemondom a neveket, hogy biztos mindenki sorra kerüljön. Edit, folytatod? Sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Én a Civil Zöldítők Egyesületének képviseletében vagyok itt. Eredetileg Varsváriné Szabó Anita jelentkezett ide hozzátok erre a találkozóra, online találkozóra és megbeszélésre, csak ő is ugye kisbabázik, aztán én viszont, mint az egyesület hivatalos képviselője szívesen beugrottam, és máskor is szívesen veszek részt ilyen jó gyakorlatok és információk, tapasztalatoknak a megosztásában. A Civil Zöldítők Egyesületét mi 2020 tavaszán alapítottuk, nagyon lelkes 18. kerületi környezetvédő 10 alapító taggal, akik maguk is magánemberként már sok környezetvédelmi tevékenységet folytattak. Az egyik ágazata az egyesületünknek az a közösségi komposztáló, közösségi kertek létrehozása. Sajnos én csak nehézségekről fogok tudni egyelőre beszámolni, a sikerek azok még egy kicsit távol állnak tőlünk. Köszönöm. Köszi. Gergely. Markó Gergely vagyok, civilben angoltanár. A telekitéri komposztbarátoknál vagyok komposztmester, és most egy idő óta a Boráros téri komposztbarátoknál. A kettő az nagyon eltérő típusú komposztáló, és majd erről tudok részletesebben beszélni. Szuper, köszi. És akkor az Anna Márk házas pár, hogyha folytatja, akkor köszi. Sziasztok, én Kalószabó Anna vagyok, és ő meg Jászmin. Kalószabó Jászmin vagyok, és ez olyan ilyen csomagolás mentesboltba tenni. Igen, a miénk a lemérem csomagolásmentes bolt a Bikásparknál, és nekünk ott van a komposztáló a csomagolásmentes bolt mellett, úgyhogy így nekünk innen indult a kezdeményezés, hogy a boltban így felmértük erre az igényeket, hogy szeretnének hozni a legfőképp a vásárlók, és egyébként sokan mondták, hogy ők a Feneketlen tóhoz vitték előtte a komposztot, úgyhogy ez viszont sokkal közelebb van nekik, úgyhogy mi nagy részt szerintem onnan szipkáztuk el a komposztálókat. Ovi-ba járok már. Igen, de még ott is maradtak bőven, mert ott is nagyon hamar telnek a ládák, úgy láttam. Most fénybe tapoltam, és nem lettem Most kikapcsollak, jó, most oda. Azt hiszem, hogy az Editéknek a marketingen keresztül a problémáit így viszonylag gyorsan meg tudjuk oldani, hogyha így bevethetjük majd a gyerekedet. Köszi szépen. Akkor még a Rita. Köszi, hogyha elmondod. Sziasztok! Reiner Rita vagyok, Bajáról, Bajai, aki komposztál. Sziasztok! Most én beszélek, jó? Kertész. És most már lassan 3 éve, jó, köszönjük Marci, köszönjük most. Lassan 3 éve a 10 millió fa helyi közösségének képviselője, és az alapítvány központi csapatának is tagja, közösségépítés, viszonylag kreatív dolgok megvalósítása és összefogása, kivitelezés a feladatom, és most nem ugrálunk. És ami a bajai közösséget illeti, itt is egy nagyon aktív környezetvédelmi szervezet generálódott a témaköré. Ez sok mindent érint, tehát a fő szempont az a faültetés volt, viszont nagyon közel áll mindenkihez a komposztálás is, és a civil szférát, illetve az önkormányzati lehetőségeket összefésülve most egy olyan csatorna nyílt, amivel úgy érzem, hogy még hatékonyabbak tudunk lenni, és az önkormányzatunk részére a közösségi komposztálás mint olyan egy vak volt. És ebben érzem egyébként a jelentőségemet, a munkám jelentőségét, hogy megfelelően előkészítve egy olyan alapot teremthetünk ehhez a kezdeményezéshez, ami valahol találkozik, és sikereket lehet kihozni belőle. Nagyon szépen köszi mindenkinek a bemutatkozást. A Csongor azt hiszem, hogy most akkor nincs itt, úgyhogy én akkor röviden elkezdeném azzal, hogy a Kutyapártnak a Zöld Kutya tagozata is azért csatlakozott ehhez a népfőiskolához, mert hogy készülünk a Zöld Kutya akció hetekre, és ez november 26-ától december 10-ig fog tartani. Ugye mi tevékenységeink között is nagyon sok közösségi aktivitást generáló környezetvédelmi
akció van, és megjelent nagyon erősen ez az igény, hogy a komposztálással, jelesen a közösségi komposztálással is foglalkozzunk, úgyhogy egyúttal, hogyha a mai napon a este végén, az előadás végén vannak olyanok, akiknek kérdéseik lennének azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet praktikusan egy ilyet megvalósítani, akkor egyrészt köszönjük szépen az itt jelenlévő aktív civil önkénteseknek, hogyha ebben tanácsokat tudnak nekik adni. Másrészt meg ide be fogok tenni a chatbe néhány csatlakozási lehetőséget, ahol el tudjátok érni a Csongort, a Zöld Kutya koordinátorát, és ahol csatlakozni lehet konkrétan ezekhez az akcióhetekhez is. Most pedig akkor azt szeretném kérni, hogy a szakértőink egy kicsit meséljenek a komposztálásnak a hátteréről. Ugye felvezették már, hogy milyen szemszögből fogják megvilágítani ezt a témát, és akkor az lenne a kérésem, hogy nagyjából fél órában én leszek az a nagyon kellemes szereplő moderátorként, aki majd így próbálja az időnket kordában tartani, hogy akkor Zoli mesélj nekünk arról, hogy a városi rendszerek és a komposztálás biokémiája szempontjából miért tartod ezt fontosnak? Na hát, nagyon fellengzősen ugye jelöltem meg a témát, és mondtad, a rendelkezésre álló időkeretben igyekszem gyorsan eldarálni pár dolgot, amit ezen a téren főleg tudni kell, és akkor majd a végén a kérdéseknél valószínűleg lehet pontosítani. Ugye a feneketlen tavi komposztálótól vagyok, ami szerintem mondható, hogy ugye a városban a legiparszerűbben működik. A satszolásunk szerint 1000 feletti felhasználónk van, tehát egyáltalán nem baj, hogyha máshová is mennek ugye a felhasználók. Kezdettől már azzal a technológiával mentünk, amivel most is, tehát jól beállt technológiával csináljuk, és nagyon fontos, hogy mi mindenféle anyagot fogadunk, amit lehet komposztálni, tehát nálunk nincsenek kivételek, semmilyen kivétel. Ami fontos szerintem, nálunk is látszik, hogy igen, nagyon fontos még az, hogy a feleségem a komposztmester, tehát családban marad, de az ő tollaival ékeskedem részben, amikor itt ugye az észezgéberkedéseimet adom. Nálunk is látszik egyébként, ami talán a többinél is, hogy a anyagmennyiséggel, meg az emberekkel vannak a szervezni valók, maga a dolog, ahogy ugye lefolyik a természet, ugye elintézi a dolgokat, az egyszerű, az nagyon könnyen tanulható és csinálható. A fő szabálya ennek szerintem az, hogy minden mehet, ami természetes anyag, tehát az olyan triviális kivételektől eltekintve, mint üveg, műanyag, meg nem tudom én mi, az általában hangoztatott kivételeket, tehát mit tudom, ilyen banánhéj, meg citromhéj, meg dióleve, meg nem kell elhinni, ezek mind komposztálhatóak. A lényeg, hogy a maga az anyag az ugye minél vegyesebb legyen elegendő vize meg levegője, és ezt nem is mondom, hogy hogyan kell nézni, mert úgyis mindenki ráérez, amikor csinálja. Ez egyébként ugye szó volt, hogy ráksálók jönnek-e vagy nem, miattuk is egyébként fontos, hogy kevergessük az anyagot. Akkor, ha kevergetjük, akkor mindig vegyes lesz, mindig mindenhol jó lesz a víz, mindig mindenhol jó lesz a levegő, és nem jönnek a rákcsálók. Körülbelül ennyi. Ugye, ami a biokémiát illeti, itt ugye a szerves anyag lebontása folyik, ugye, amit a növények felépítettek, aztán majd az állatok használtak, stb. Ez itt most visszabomlik mind növényi, és esetleg egyébként részben mind állati maradékból. Szoktak egyébként ehhez is ugye keverési arányokat, meg nem tudom én miket társítani. Valójában egyébként ezek az anyagok nagyon sokféle összetételben szinte bárhogy lebomlanak. Ha ezt a vegyességet meg a keverést betartjuk, akkor mindig jól fog minden történni. Vízháztartással kapcsolatban egyébként megjegyezném, hogy olyan furcsa dolgokkal lehet javítani, mint például az, hogy az ember tisztességesen beletegye a szalvétáit, zsebkendőit is, mert ugye a papír az a vizet felszívja, megtartja, nem engedi el, stb. Ez fontos manapság, különösen nyáron. De mondom, egyszerűen megy az egész. Ugye a tökéletes eredménye ennek az egésznek, ugye azok már szervetlen vegyületek, plusz még, ami nagyon fontos, és ami a komposztnak ezt a fekete testét adja, az a
hogy is mondjam, szívósabb anyagoknak a szénváza, ami megmaradt. Tehát ugye nagyon fontos hiedelem a komposzttal kapcsolatban, hogy a szerves anyag széntartalma ugye visszakerül a légkörbe, ez nem igaz. A szerves szénnek a nagy része az ugye ilyen szénvázként megmarad, ettől fekete a komposzt. És ugye így szénmegkötést csinálunk, tehát a klímaharcban is valamilyen részben részt veszünk. Ez a szénmaradvány egyébként, ami a komposztnak a testét adja, ez azért is fontos, mert a talaj tulajdonságait nagyon pozitívan befolyásolja, hogy a talajnak a vízháztartását, kismértékben a levegőháztartását is, meg egyébként a szervetlen tápanyagoknak a háztartását is nagyon pozitívan befolyásolja, hogyha ilyen fekete dologban gazdag az anyag. Na és ugye ezen a szénen kívül vannak még ugye szerves, vagy szervetlen ionok akár, amiket a növények fel tudnak használni. Ugye a növények azok szervetlen anyagokat használnak föl, és szerveset építenek, szerves anyagot nem használnak fel a növények. Na és akkor ezzel az egésszel ugye azt is tudni kell, hogy ugye mint a hulladékkezeléssel általában nem azt csináljuk, hogy mi egy eredendően jó dolgot csinálunk, jót teszünk a természettel, hanem csak a saját kárainkat csökkentjük, ugye ezzel. A természetnek nem arra van szüksége, hogy az emberek komposztáljanak, hanem arra, hogy a saját ártalmas nyomaikat komposztással csökkentsék. És azért is fontos a városi komposztálás, meg ugye ez a közösségi komposztálás, hogy a hulladékunkat csökkentsük, hulladékunk mennyiségét, ugye, hogyha ezért is fontos, hogy ne a kivételeket keressük, hanem mindent beletegyünk, ami természetes anyag, mert ugye így tudjuk a legjobban csökkenteni a hulladékunkat. Ugye a városi hulladéknak az egyharmada körülbelül biológiailag lebomló, vagy lebontható. Ezt jó lenne mind beletenni. És azért is ugye fontos hulladékkezelési forma a komposztálás, és előnk kell, hogy élvezzen, mert ugye ez technológiamentes, és ott a szemünk előtt történik. Tehát amit komposztáltunk, az már lényegében hulladékcsökkentésnek is elmegy, nem csak hulladékfeldolgozásnak. Az már itt nekünk megcsinálja a természet, azt már nem tudja elrontani senki. Nem tudja elrontani a kukás, nem tudja elrontani a válogatómű, nem tudja elrontani a feldolgozóipar, és ugye technológiamentesen, környezetterhelésmentesen megtalálja az útját valahová, ugye hová a szerves anyagot, ezt a szervetlen végterméket, a humuszt, azt fel tudjuk használni vásárolt virágföld, meg vásárolt rágya helyett. És egy nagyon fontos dolog, ugye, ami a városi rendszerekbe való illeszkedést és a közeljövőt illeti, hogy Európai Uniós irányelv szerinti kötelezettségként 2023. december 31-től, vagy 24. január 1-től, most nem tudom melyik nap, a barna kukás rendszert el kell indítani, tehát a biológiailag lebomló hulladékot külön kell gyűjteni a háztartásoknál, és valahogy kezelni kell. És ezt találom most a rendszer előtt álló egyik legfontosabb kihívásnak, amire egyébként senki sem gondol, és már gondolni kellene, hogy ehhez a rendszerhez hogyan fog illeszkedni a közösségi komposztálás. Ha nem gondolkodunk az egészről, akkor a barna kukás rendszer egyszerűen ki fogja szorítani, és akkor az előnyeit sem tudjuk majd élvezni. Ugye a közösségi komposztálás az egy helyi rendszer, nincsenek teherautók, amik kiviszik a városból a cuccot, és erre építve, ezt így elterjesztve a barna kukás rendszert is sokkal hatékonyabbá tudnánk tenni, és akkor ugye ezek a lokális rendszerek fönnmaradnának, akár meg is erősödhetnének. És ide jön egyébként az is, hogy ugye ez a feneketlen tavi komposzt, ez olyan szempontból is ugye iparszerű, hogy már a közösségnek, hogy úgy mondjam, leányai is lettek. Egy kicsit a Bikás Park is ugye közvetetten ilyennek mondható, de főleg ugye a Lágymányosi, ahol ugye a közösségek a miénkből alakultak, vagy a miénknek az ihletésére alakultak, és persze viszik a felhasználókat, de jönnek is helyettük mások, tehát nagyon nagyon jól pörög a rendszer, hogyha van.
Még az induláshoz nagyon fontos, de és akkor ez átvezetéssel szolgálok Balázsnak, hogy ugye a jogi környezete például az teljesen tisztázatlan, erről én nem fogok majd beszélni, legfeljebb kérésre a végén, de ugye mi úgy indíthattuk, hogy állati jó technológiánk van, ugye azt már kezdett jól működik, de nem tudtuk volna ugye elindítani, hogyha Balázs nem hozza létre a helyet és a magát a komposztálót, amivel ezt el lehet indítani. Tehát, hogy úgy mondjam, ebben mi beleülhettünk, és itt kezdődött a sikertörténet, és akkor visszaadom a szót, köszönöm. Köszi szépen, mert nem is akartam közbeszólni, ilyen önmenedzselővé vált, úgyhogy Balázs, akkor köszi, hogyha folytatod. Hát az ugye az egész visszamegyek a KH-ig. Ugye az Akar András, amikor a Főkertnek akkor még vezérigazgatója lett, ő összerakott egy 25 pontból álló kis PDF-ben egy ilyen nagyon-nagyon jó pályázati anyagot, hogy szeretné ő átalakítani ezt a amúgy kizsigerelt, állandóan, mint a skatujába kihúzott francia kertszerű budapesti parkokat egy kicsit visszaadni a természetnek, vagy belecsempészni olyan dolgokat, ami mondjuk egyébként 20-30 éve már Nyugat-Európai országban tök normális, és csinálják, és régóta alkalmazzák. És akkor ezeknek, amikor én oda kerültem, pont ez volt a feladatom, hogy ezekből a pontokból minél többet valósítsunk meg, alakítsuk ki Budapest zöld stratégiáját, a park fenntartási zöld stratégiát, itt nem a tervezés, hanem főként a fenntartást, tehát hogy lehetne a sok-sok képződő falevelet ott tartani a parkokba, hogyan lehetne visszacsalogatni az élőlényeket a parkokba, egyáltalán ezt a sivatagszerű, állandóan minden szerves, kihordott szerves anyagot ezt valahogy visszatartani. És ez egyik ilyen pont volt az, hogy közösségi komposztálás. És akkor én elolvastam a pontjait, hát mondom, akkor kezdjük a közösségi komposztálás. Nem is tudom már mi a Vaki Mini Erdő, vagy a közösségi komposztálás volt előbb, de talán a közösségi komposztálás. És nekem az volt az első ötletem ezzel kapcsolatban, hogy nyilván ez csak közösségben működhet. Tehát, hogy van egy közösség, aki gondját viseli. Ugye Magyarországon élünk, minden olyan dolog, aminek nincsen gazdája, az előbb-utóbb így az enyészeté lesz, vagy ez pont egy olyan dolog, hogy ha nincsen gazdája, akkor sokan szemetesnek vélik, és akkor jöttek is ilyen hangok egyébként, hogy úgy sem fog működni, ugye ez a hogy nem lehet megcsinálni, nem fog működni, tele lesz szeméttel, várjuk ki a végét. Mondom, jó, semmi gond, hát, és ugye meg tudtam, hogy a Tabánban van egy nagyon jó ilyen zöld közösség, aki hát gyakorlatilag így besegít a Főkertnek kertészkedni. Ez a tabáni kertbarátok, vagy nem is tudom, mi volt a nevük, és akkor én őket megkerestem, hogy mi lenne, hogyha mi itt hoznánk ide egy komposztálót így a park szélére valahova, és akkor az az anyag, ami ott képződik a parkfenntartás során, akkor azt oda tennénk meg, hát egyébként meghirdetnénk a lakosoknak. Ennek ők nagyon megörültek, és hát nyilván, hogy láttam, hogy Budapesten a Humusz Szövetség az egyik ilyen legfontosabb komposztálással, humusszal kapcsolatos ilyen kis egyesület vagy szövetség, és én megkerestem őket, hogy legyenek már segítségünkre. Ők egyébként ugye működtetnek nagyon régóta egy közösségi komposztálót Budapesten, meg hát azt is megnéztem, hogy azért a társasházakban voltak ilyen programok, és pont a Szent István Parki egyik komposztmester, a Kis Gábor nagyon sok ilyen pályázatot intézett, hogy lakóházak udvarán komposztáljanak az emberek. De ugyanígy voltak közösségi kerti komposztálások is. Csak azt, ugye, mi abból indultunk ki, hogy ezek nagy része zárt, vagy bezárják, és nem elérhető mondjuk 0-24 órában, tehát így non-stop egy ilyen közösségi komposztálás, így azért gondoltuk, hogy lehet ennek létjogosultsága, és ez később ki is derült, hogy van, aki munkából hazafele elviszi magával a munkába a kis zöld javait, kis dobozba, hazafele 8 után arra jár és beborítja. És ugye máshol már ezeket bezárják, vagy nem tudja oda, mi elmegy az egésztől a kedve. Megcsináltuk a Tabánba,
kijött talán a valamelyik tévécsatorna, meg ott volt a Humusz Szövetségtől is az egyik képviselőjük, és akkor felavattuk. Megtörtént a média híre, és legnagyobb meglepetésünkre jelentkezett egy budapesti lakos, egy hölgy, hogy hát ő ilyen nagy közösségépítő, meg ilyesmi, meg egyetemen is ilyesmit tanul, hogy nagyon szeretne, hogy lehetne, hogy mi csinálunk egyet a Szent István parkba is. Hát mondtuk, persze, hogy lehet. És gyakorlatilag ez az, ami elindult a lavina, mert hogy ugye a Szent István parkban nagyon-nagyon népszerű lett, és ilyen iszonyú mennyiségű ember csatlakozott hozzá, és beindult ez az egész, és onnantól kezdve nem volt megállás. Jöttek egyre másra, hogy akkor nekünk is, és ugye mi, tehát a Főkert akkor csak olyan területre tudott ilyet tenni, ami Budapest főváros tulajdonában van, de Főkert fenntartás. Tehát mi ezekre a helyekre tettük. Egészen addig, amíg el nem értünk a Teleki térre, ahol viszont az ottani egyik a zöldülő háztartásom, Szél Kornélia, ki nem járt az önkorinál, hogy legyen önkormányzati területen is. És akkor így bekapcsolódott már, hogy nem csak Főkertes területre tudunk tenni, hanem akkor már lehet önkormányzati területre. Aztán ugye jött az Almási tér, az is önkormányzati területen, és egyre több ilyen önkormányzat szállt be, akik aztán összeszedegették innen-onnan a raklapokat, közösségben összerakták hétvégente. Na és akkor az egészben az volt a csúcs, vagy számomra a legmegdöbbentőbb, hogy annyira imádták ezt az emberek, hogy nagyon-nagyon hamar ilyen ezek a csoportok önszervezővé váltak. Tehát, hogy beosztották, csináltak maguknak Google Drive táblázatot, beosztották, hogy mikor kimegy le, főleg a Szent István parknál volt, aztán ugye később többen is átvették. Csináltunk egy pár ilyen papírt, hogy mit lehet bedobni, meg mit nem, de hogy így jelentkeztek emberek, hogy hú, én grafikus vagyok, vagy mit tudom, Canvába, akkor megcsinálom, és akkor gyorsan egymásnak elkezdték adogatni, tehát már táblával se volt probléma, akkor kinőtték, akkor szereztek raklapot, csináltak mellé, bővítették a komposztárlót, aztán egyszer csak lett ugye a Városmajorba is, ott azt hiszem 12-ben már most már nem tudom, harmadik vagy a negyedik nyílik, és ugye ez az egésznek a motto, tehát ha nincs közösség, nincs egy, ugye az is számunkra egy jópofa dolog, hogy van a Facebook, és 2 perc alatt lehet egy csoportot létrehozni, oda meghívni az embereket, és onnantól kezdve ez önállóvá működik. Kicsit olyan, mint a 10 millió fánál, hogy mindenki azzal segít be, amivel tud, vagy amihez ért. És a legnagyobb meglepetésünkre elindult a lavina, és most már nem is tudom, 5, 6, 7, 8, nem is tudom már hány ilyen komposztbarát csoport nyílik, úgyhogy röviden ennyi a története, egy ilyen kis egyszerű ötletből indult az egész, és mondom, az volt a, ja igen, és még annyi volt a szempontunk, hogy ne legyen drága, mondván, hogy akkor semmi pénze nem volt a Főkertnek, hogy szereztünk raklapot ingyen, használt raklapot ráadásul, hogy ne újjal, tehát hogy és akkor így összecsavaroztuk, és úgy voltunk vele, hogy nem szép, de viszont hasznos. És szoktam mondani, hogy azt hiszem elrontottuk már azt, hogy csak a szépségen túl vagyunk, szóval itt a hasznosság és a fenntarthatóság nagyon fontos, úgyhogy így lettek, és aztán ugye beszállt a főváros, és akkor lettek olyan picit szebb, vagy ilyen, hát kultúráltabban kinéző, de majd erről biztos lesz szó. De az alapunk az ez volt, hogy minél olcsóbban, minél egyszerűbben, és működjön, és működik. Úgyhogy én ennyit tudok csak róla mondani, és iszonyatosan örülök neki, és büszke vagyok, hogy mennek, és működnek a csoportok, és csinálják az ember, és egyszerűen le vagyok nyűgözve, hogy egy ilyen dolog, ami egyébként koszos dolog van vele, marhasok meló van, és csinálják, és beleállnak, és csinálják, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a nevébe, hogy csináljátok, és minden nap törődtök vele. Köszi, én még azt akartam volna kérdezni, hogy mert említettél egy pár ilyen kulcs szereplőt, meg szervezetet is, hogy van egy ilyen általános tudástár erről, hogy valahol esetleg ezek a komposzt közösségek így tartják is aktívan a kapcsolatot egymással, ott, ahol ezek a jó meg rossz tapasztalatok, amikről most is majd még így lesz szó, meg egyáltalán, hogy fejlődik ez a tudás, amit Zoli is beszélt arról, hogy most akkor a citromot, meg a banánhéjat, azzal most mi a közvélekedés, meg a zsebkendő.
Tehát egy ilyen közös memória, erre van-e már valamilyen, akár pályázatból, vagy valahogy. A másik meg, hogy csak egy pár példát, mert a miavakit azt említetted, hogy így egy pár példát, ami ilyen alulról szerveződő módon, meg ilyen egyszerű zöld innovációként bejön a városba, így említenél mégis, amivel ti is foglalkoztok, csak így röviden. Hát ugye a milyen alulról jövő kezdeményezés, hát ami civil lakosság részéről, az az öregbefogadósdi. Ugye az Asztórián elindult, hogy Szomorú Miklós örökbefogadott egy kis részt, és akkor azt ő maga megcsinálta, és azóta is tök szép az a kis ágyás. Szerintem ez még talán egy ilyen civil, vagy a lakosság részéről egy ilyen igény, hogy ha van előttük, akkor a főkertnél lehet örökbefogadni. Ez is nem mi találtuk ki, ez is nyugaton már nagyon régóta megy. Ami a vakki, abból szintén ilyen lett, hogy a fölkarolt a 10 millió fa is, és akkor átváltott az egész egy ilyen nagy civil ültetésbe, de ugye mert amit a főkert csinál, az megcsinálja maga a dolgozóival, de ugye amikor 10 millió fa intéző önkormányzatokkal, meg cégekkel, oda mindig jönnek a lakosok is ültetni gyerekek általános iskolából innen-onnan. A tudás megosztás, az pedig, hát ugye van ez a budapesti komposztbarátok közössége, ezt csak azért csináltam, mert ugye egyre több lett a csoport, és az volt a fő célom, hogy mindig megosszam, hogy van egy újabb csoport, vagy ha van valami nagyon általános ilyen komposztos cikk, azt megosszam, de igazából a fő tudás megosztás az mindig a csoportokban zajlik, tehát ott osztogatnak cikkeket, megbeszélik, hogy működik, nem működik, de egy ilyen nagyon általános nincsen. A Humusz Szövetségnek van egy nagyon jó kiadványa, meg nagyon jól összeszedték ilyen PDF-be, honlapjukon fönn van egy anyag. Én szerintem az nagyon jó, de a közösségeknek a tapasztalata, meg a napi gyakorlati rutin az, meg ahogy a Bozon is mondta, hogy ők tényleg egy, én tök örültem neki, hogy ők bevállalták azt is, hogy mindent komposztálnak, amit lehet. Mi azért nem mertük a legelsőnél ezt bevállalni, mert úgy voltunk vele, hogy az bőven elég kezdésnek az embereknek, hogy mit lehet és mit nem. Vannak ezek a korlátozottan komposztált anyagok, szóval nem akartuk bonyolítani az életüket, úgy voltunk vele, hogyha ezt megszokják, meg egy ilyen nagyon rutinszerűvé válik a komposztálásnak a tudománya, akkor majd lehet bővíteni ott is, de a Bozonék bevállalták, hogy ők kezelik ezeket a ilyen korlátozottabban komposztálható anyagokat, és tök jól működik, úgyhogy... De valami tudásmegosztás lehet benne gondolkodni, egyelőre nincsen, megbeszélik egymás közt az emberek a csoportokba a dolgokat. Köszi. Itt látom, hogy a Gergely el is kezdte így ilyen linkeket. Nyugodtan dobáljátok be ti is olyan linkeket, amire azt gondoljátok, hogy így fontos lehet megosztani többekkel, akár a Humusz közösség, hogyha azt tudjátok előkeresni. Ez, hogy csúnya vagy szép ez a dolog, hát én rögtön látok azért egy együttműködési lehetőséget a street artosok és a komposzt mesterek között. Persze, hogyha valaki esetleg csúnyának találná a komposztálóját. Igen, ez érdekes, tehát akkor ilyen külön Facebook csoportokban megy az online szervezés, és nyilván a lényeg az, amikor megtalálkoztok is, de hogy ezeknek nincs feltétlenül még egy ilyen összefogó, nem tudom, konferencia szintű hálózata, és érdekes, hogy ez mikor tud majd odáig eljutni, és még úgy, hogy még kezelhető is maradjon. Tovább megyünk akkor, hogyha a végén lesznek még kérdéseitek, akkor persze várjuk azokat szeretettel. Akkor nem tudom, most Gergelyt látom, aki már nagyon sokszor így élénken fejmozgással, ahogyan lehet így a online térben jelezte, mintha jelezni, hogy ő már nagyon szeretne hozzászólni. Mondjuk akkor kezdte a ti komposztálótoknak, komposztálóit történetével. Nem feltétlenül azt akartam, hogy hozzászólhassak, hanem számtalan dologgal egyetértettem, amik elhangzottak, például Bodrog Zoltánnal abban, hogy jóval több dolgot lehetne komposztálni. Szerintem sok komposztáló közösségnél van egy ilyen kizárás, hogy én most itt amúgy a linkek, az egyik a Humusz, a másik a Herman Otto intézetnek a komposztálási kisokos, és mellé tettem egy komposztálási kisbutát, ami meg arról szól, hogy megy ez a kizárásos díj, hogy a citrusféléket zárjuk ki, mert hogy az egyik érvelés az, hogy a mi klímánkon nem bomlik le, hát dehogy is nem bomlik le, szerintem azért ez
ez teljesen nyilvánvaló, hozzáteszem, minden lebomlik, ami szerves anyag, akkor a másik az, hogy fungiciddel van kezelve, sorozatot készítettem már a penészes citromokról, tehát én ezt se látom, hogy ez igazán igaz lenne, illetve az, hogy vegyszer maradványok vannak benne, ami akár lehet is, csak az a baj, én megnéztem az Európai Unió élelmiszer egészségi hatóság, nem tudom, EFS a teszt eredményeit, ahol teszteltek különböző zöldségeket, gyümölcsöket, és messze nem ezek a citrusfélék vannak a lista elején, tehát amiben mindenféle ilyen maradványvegyületek vannak, hanem olyan növények, amikről meg nem gondolnánk. A málna, meg a brokkoli, tehát hogy ez a kizárásos, de szerintem ez ilyen problémás. Nálunk például, ugye akkor elkezdek beszélni a telekitérről, ugye ahogy Balázs is mondta, hogy zöldülő háztartásom jártak ki ennek tehát hogy létesülhessen oda, és utána ezt ilyen közösségi finanszírozásból raktuk össze, a kerületnek nem volt pénze, hogy hozzátegyen valamit, összedobtuk a pénzt, megvettük azokat a dolgokat, amikből össze kellett állítani, majd pedig mi magunk összeállítottuk a komposztkereteket. Itt még azt hiszem nem volt szó arról, hogy nézhet ki egy ilyen komposztáló hely. Jellemzően, most mondom a Teleki tér, itt ott három fach van, az egyikbe gyűlik a konyhai zöld hulladék. Van egy középső rész, ami jellemzően üres volt első körben, és van egy harmadik fak, ahol avar tartunk, amit arra használunk, hogyha nagyon nedves lenne a komposzt, szerintem erről is beszélt Zoltán, akkor tegyünk közé egy adag avart. Na most, amikor az első rekesz megtelik, akkor, vagy megtelt először, azt átpakoltuk a középső rekeszbe, és az ott egy ilyen pihenő rekesz, tehát ez a félig kész, vagy még félig sem kész komposzt, ott tovább érett, miközben az első már üres rekeszbe újra lehetett hordani a konyhai zöld hulladékot, és amikor ez az első rekesz megtelt, akkor középső rekesz tartalmát átrostáltuk, ami ugye a rostán fennakadt, azt visszadobtuk az első rekeszbe, és igazán, mikor ugye mondom, megtelt az első rekesz, a középső az kiürült, akkor az első rekeszből áttettük, és kezdődött minden előről. Én nem tudom, hogy követhető, ezt szóljatok, ha nem. Mert lehet, hogy bonyolultan mondtam el. Hát nyilván, hogyha közben így mutatnád, és ott lenne a láda, meg minden, akkor könnyebb lenne, de most egy online előadás van tökéletes. Igen. Jó, és akkor nem is tudom még mire akkor, de a kizárásosdiról beszéltem, nálunk például fölmerült az, hogy rágcsáló almot zárjuk ki. Minden kiadvány szerint teljesen jó a rágcsáló alom, és akkor én rájöttem, hogy azért itt van egy olyan, hogy fúj faktor, ugye fúj, nem akarok a tengeri malac meg a hörcsögnek az ürülőkében turkálni. Oké, de közben a rágcsálólam tökéletes a komposzt szempontjából. Van kesztyű, föl lehet venni gumicsizmát, hogyha esetleg be kell mászni a komposztba, szerintem. Szóval én inkább ez a, hogy Zoltán is, a befogadó vagyok, tehát hozzák. Ugye minden lebomlik, ami szerves anyag. Nyilván egy közösségi komposztálónál lehetnek azért megszorítások, itt van a kerti komposztálomban, a kakámat is komposztálom, tehát az egy egész más dolog, mint egy közösségi komposztáló, ott nyilván nem lenne jó, hogyha valaki oda hordaná az ürülékét, vagy hogyha mondjuk dögöket komposztálnánk benne, vagy értitek? Tehát, hogy vannak bizonyos megkötések, viszont van szerintem olyan szintű ilyen kizárásos, ami már szerintem túlzás.
Akkor hozzáteszem, hogy az, hogy mik a szabályok, azt mindig az adott komposztáló közösség szabja meg. És akkor ott lehet, nálunk is mondom, volt vita, hogy akkor rácsalalom belekerüljön-e, én érveltem át, hogy belekerüljön, végül elfogadták, és belekerült. Vagy a tojáshé volt a másik ilyen problémás dolog, hogy a tojáshéjat csak porított alakba lehet beletenni. Jó, én magam is azt gondolom, hogy a legjobb, én azt szoktam a sajátomból, hogy porítom a tojáshéjat, csak azért ez nem találkozik a realitással. Tehát az emberek, akik le fogják vinni a tojáshéjat a közösségi komposztába, azok nem fogják, a legtöbbük nem fogja kiszárítani és porrá őrölni, és akkor végül azt mondtuk, akkor törjük össze, tehát a komposztmesterek összetörik a tojáshéjakat. A komposztmester feladata amúgy, mert azt hiszem, mert mind a ketten beszéltek erről, az az, hogy hetente egyszer lemegy a komposzthoz, és ellenőrzi, hogy abban vannak-e oda nem való dolgok, műanyag, üveg, akár behajított sörös doboz, illetve nálunk, nem tudom a többieknél hogy van, ugye az aprítás is része a feladatnak, hogy minél kisebb darabokban legyen a komposzt, mert ugye akkor a komposztálódás folyamata így gyorsítható. Ugye nem jó a komposzt szempontjából, hogyha nagyon nagy dolgok vannak benne, mert az ugye széttartja, ott kiszáradhat, nem történik jól ez a humifikáció. Itt azt akartam még hozzátenni, hogy a komposztáló elhelyezés, és szóljál rám, hogyha nagyon sokat beszélek, jó? Hogy a komposztáló elhelyezés is nagyon fontos, a Teleki téren egy nagyon jó helyet sikerült találni, fák árnyékában van a komposztáló, a nedvessége mindig teljesen jó, mondom, néha kell avart, vagy szoktunk avart hozzá keverni, de locsolni például soha nem kellett a komposztot. Mert ugye, hogyha egy napos helyen van, ahol hamar kiszárad, akkor még az is lehet, hogy locsolni kell. Mit szerettem volna még elmondani itt a komposztálóval kapcsolatban? Ja, igen, az első rostálásnál nem volt benne giliszta, amint én csodálkoztam is, tehát, hogy nem találtunk benne gilisztát. És akkor én vettem egy horgászboltban ilyen gilisztákat, és betettem ebbe a pihenőre kezdve, és nagyon jól elszaporodtak. Nem tudom, a szakemberek, én angol tanár vagyok, 80-es évek közepe óta édesapámmal komposztálunk, de tehát én ezt egy jó ötletnek tartom, hogyha esetleg nincs benne, akkor azt bele lehet tenni. Nem tudom, mi az, amit... Ja, a heti beosztása a komposztmestereknek, ugye, ahogy Balázs is mondta, érdemes ilyen Facebook csoportokat létrehozni, ahol megbeszélik, hogy ki melyik nap megy. Annál jobb, minél több komposztmester van, mert mindig lesz olyan, aki kiesik, és óriási a különbség, hogy egy héten öten járnak le, vagy mondjuk csak ketten tudnak lemenni a komposzthoz, mert nyilván a munka is jóval több, hogyha csak ketten néznek rá. Hát most nem tudom, hogy még mit tudnék mondani. Köszi szépen, szuper, és egyébként pont annyi idő, mint amikor már azt mondtam volna, hogy akkor továbbadjuk a stafétát. Azt mondjuk, hogyha az Edit folytatná, azt megköszönöm, és az engem érdekelne, hogy egy kicsit kitérnétek arra is, hogy milyen volt a fogadtatás ennek például, meg hogyan érdemes elkezdeni, mert gondolom, hogy sok oldalról meg lehet közelíteni. Tehát valaki lehet, hogy a szabályozás felől, hogy mondjuk akkor először valamilyen hivatali együttműködést próbál előkészíteni, és aztán indul el egyáltalán abba az irányba, hogy jó, akkor kik azok, akik részt vennének a lakossági környezetbe, akkor derülnek ki azok, hogy hoho, de hát lehet, hogy csak ketten vagyunk, akik ezt szeretnék, akkor a mozgósításba kell energiát fektetni. Ez a giliszta dolog, hogy az jelente valamit így a komposzt minőségénél, hogy van-e benne, vagy nincs-e benne giliszta. Most ez is tök vicces lenne, hogy így összehasonlítani aztán ennek így a minőségét, de hogy alapvetően köszi, hogyha kitértek olyan infókra, amik ilyen jó tanácsok lehetnek azoknak, akik mondjuk most vágnának így bele, vagy esetleg olyan elakadások, amikben meg, hogyha közösen dolgozunk, gondolkodunk, akkor tovább tudunk lépni, mert vagy a szabályozás oldalán, vagy a közösségi oldalán valamelyik csapatnak van valami jó kis gondolata. És látom, hogy a Bozon szeretne majd reagálni.
akkor meghallgatjuk Editet, és utána te következel. Köszi. Akkor belevágnék a mi történetünkbe. Ugye, mint mondtam, mi első körben nehézségekkel szembesülünk, szinte folyamatosan. Az ötletünk az igazából onnan adódott, hogy amikor megalakult az egyesületünk, akkor volt közöttünk egy olyan egyesületi tag, aki kertvezető volt egy közösségi kertben, és ez a közösségi kert egy másik egyesületnek a működtetése folyamán közösségi komposztálót is működtetett, és nyilván az egyesületünk is szeretett volna elindulni a környezetvédelem és a környezetvédelmi tevékenységek terén, és ugye nagy vágyunk volt, hogy itt a 18. kerület sok lakóparkjába létesítsünk valahogyan közösségi komposztálókat. Az elsődleges problémánk az volt, amikor elindultunk az érdeklődés területén, hogy a főkertnél nálunk is azt mondták, hogy nincs olyan terület, amit tudnának rendelkezésre bocsájtani. Az önkormányzat is azt mondta, hogy nem igazán tudnak nekünk helyet biztosítani ehhez. Az Anita, aki most nem tudott eljönni, ő a legnagyobb lobbizója ennek a területnek, a közösségi komposztálásnak. Ő a saját Havana lakótelepén is nagyon-nagyon sok kilincset lenyomott és megmozgatott annak érdekében, hogy történjen valami. Sajnos azok a bizonyos félelmek, akár a rágcsálók, akár az illatok, a bűztől való félelem miatt, azt gondolták a lakótelepen, és az ott érintett képviselő hölgy is, hogy nem, tehát hogy elzárkóznak a lakosok attól, hogy közösségi komposztáló létesüljön. Természetesen semmiféle igényfelmérés nélkül történtek ezek a megnyilvánulások, nem is volt közösségi igényfelmérés, viszont csak tovább haladtunk az utunkon, hogy csak kellene valamit kezdeni ezzel az ötlettel és projekt lehetőséggel, és akkor igazából az önkormányzat és a városgazda adta a kezünkbe azt a lehetőséget, hogy megkértük őket, hogy jelöljenek ki nekünk egy helyet, ahol azért elindulhatunk, minden mást vállalunk, tehát a megvalósítást, működtetést, felügyelést, mindent, csak hogy egyáltalán helyünk legyen. És a lehetőséget azt a Vilmos Endre Sportcentrum területére kaptuk meg, ennek előnye és hátránya is volt. Az előnye az nyilván az, hogy mint egy sportcentrum, ez is ugye kerítéssel körbevett létesítmény, viszont a portásfülke mellett egy nagyon-nagyon jó kis területet adtak a rendelkezésünkre, nyilván el is fogadtuk, hiszen örültünk a lehetőségnek. A portásfülke és a bejárati közelség az ugye annak a lehetőségét zárta ki, hogy oda bárki olyan anyagot, szelektív hulladékot tegyen bele, ami ugye nem belevaló, mert hogy hát eleve egy portás fülke meg azért ott a jövés-menés miatt talán ez megakadályozza az embereket abban, hogy olyat tegyenek, amit nem kellene. Ez be is vált egyébként. Viszont ez a Vilmos Endre Sportcentrum, ez egy kertesházas övezetben van. Az önkormányzat ugye minden évben megpályáztatja a lakosokkal annak a lehetőségét, hogy ingyenesen, csak igazából egy űrlap kitöltésével a lakosok hozzájussanak komposzt edényekhez. Ez műanyag, fakeretes, teljesen változó, és igazából ami jön, az jön a lakosoknak. Éppen ezért azt gondoltuk, hogy hát ez a hátránya, hogy egy kertesházas övezetben kapjuk meg a lehetőséget arra, hogy mi bizonyítsunk, hogy már pedig a közösségi komposztálók azok ugye működhetnének. Ezután a következő nehézségünk az volt, hogy mivel önkormányzat városgazda, itt egy kicsit más jellegű félelmek miatt mindenféle engedélyeztetések, együttműködési megállapodás aláírása, mit vállalunk be, mi a kötelezettségünk, tehát konkrétan mindent is 10-15 körön keresztül le kellett papíroznunk, pecsételnünk, aláírnunk, mit vállalunk ezzel, ki fogja, hogyan, mikor, tehát tényleg elég részletesen meg van fogalmazva, hogy mik a mi kötelezettségeink az egyesületünknek. Hát igazából ezek a kötelezettségek annyi, hogy heti rendszerességgel kell természetesen látogatni, karbantartani,
forgatni a komposzt, az érett komposztanyagot ugye majd szétosztani, tehát hogy igazából, ha belegondolunk, mi, akik egy kicsit ilyen környezetvédelemhez közelebb állunk, ebben semmi rendkívüli nincs, nekem munkahelyileg útba esik, igazából én is egy másik egyesületi tag vállaltuk, hogy igen, mi heti rendszerességgel rá fogunk nézni. Na de hogy igazoljuk le, hogy mi heti rendszerességgel ott járunk, hát kitaláltunk egy komposzt ellenőrzési naplót, aminek azt a rövidítést adtuk, hogy KEN, és ebbe a KEN-be, ami igazából egy egyszerű nyomtatott Word dokumentum, ezt ott hagyjuk a portás fülkénél, és minden egyes alkalommal, amikor odaérünk, akkor itt jártam, mindent rendben találtam, oké, aláírás és egy egyszerű egyesületi körbélyegzővel még le is bélyegezzük, hogyha az arra illetékesek meg akarják nézni, akkor megnézhetik, hogy igenis heti rendszerességgel ott vagyunk, és ellenőrizzük ezt a komposztpontot. Nem kerültek bele olyan anyagok, amiknek nem kellett volna belekerülnie, itt tényleg ezekre a építési törmelék szelektív hulladékokra gondolok, viszont ez egy nagyon picike komposztkeret, mi is csak raklapokból raktuk össze, geotextillel béleltük, itt is itt az igényességet szerettük volna ezzel mutatni a városvezetés felé. Nyitható ajtói vannak, hogy magunknak megkönnyítsük ugye a komposztforgatást, és igazából mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez működőképes legyen, és ugye ezután volt egy hivatalos átadónk. Az első, vagy inkább már azt mondanám, hogy ez a második nehézségünk, az ugye az embereknek a megmozdítása, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Mint mondtam, kertesházas övezet, ettől függetlenül azért észrevettük, hogy háztartásban keletkező zöld hulladékok azért jutnak bele, viszont mivel attól megijedve, hogy ugye kertesházak vannak a környéken, hogy nehogy a lombot, a levágott zöld füvet hordják bele nagy tételben a környezetben élő lakosok, ezért sajnos mi igenis szabályoztuk azt, hogy mit lehet, mit engedünk és mit nem engedünk. Úgyhogy első körben mi úgy hirdettük, hogy továbbra is a kertekben keretkezett zöld hulladékot, zöld javakat, aki nem tud otthon komposztálni, vagy nem élt az önkormányzati lehetőséggel, azoknak továbbra is a zöld hulladékba rakható, tehát hogy a zsákokban elszállítatást van megadva lehetőségül, és egyelőre mi tartsuk meg a háztartásokban keletkezett zöld hulladékokat. Maga a terület nekünk is fás, árnyékos helyen van, ezért ugye lombokkal, száraz ágakkal mi tudjuk vegyíteni vagy rétegezni ezt a komposztot. Viszont az első komposztforgatásunk alkalmával az volt a újabb nehézségünk és tapasztalatunk, hogy nem igazán indult be a folyamat. Élővilágot egyáltalán nem találtunk benne, száraz, ropogósan a tartalma, tehát hiányzik belőle a nedvesség. A levágott fűnek a mennyisége, amik mégis oda kerültek, nem azt a féle nedvességet adták ennek a komposztanyagnak, ami beindította volna a folyamatokat. Úgyhogy nyár elején volt egy forgatásunk, mármint komposztforgatásunk, és onnantól kezdve ugye elég száraz is volt a nyár, bizony mi elkezdtük a locsolását, az alkalmankénti belocsolását, és igen, abban gondolkodunk, hogy tavasszal valamilyen élő világot telepíteni kell bele, hogyha nem történik tavaszig valami ezzel az anyaggal. Tehát igazából nekünk még ezzel van nehézségünk, hogy a folyamat beinduljon, illetve ami nagyon megfogott itt az előző embereknek a megnyilvánulásaiból, hogy közösséget építeni, hát nekünk ez is nehézségünk. Tényleg nagyon nehezen találjuk meg a kerület embereit. Ami viszont most egy jó hír, hogy megnyílt egy másik komposztpont itt a kerületben, viszont az nem általunk, az már valószínű ilyen önkormányzati városgazda kezdeményezés, teljesen mindegy, a lényeg, hogy megindult, reméljük, hogy lesz is nagyobb sikere, és nagyobb, úgy mondom, az embereknek nagyobb rájárása erre a komposztpontra, mint amit mi tapasztalunk per pillanat itt a Birmos Endre centrumnál. Egyébként a miénk is háromkeretes, és hasonlóképpen működtetjük, mint ahogy itt elhangzott. Az egyikbe kimondottan a száraz lombot és az ágakat raktuk bele, a középsőbe kértük, hogy odahozzák a
a komposztot, és a harmadik rekeszt azt üresen tartottuk, pont a forgatási lehetőségek miatt. Úgyhogy mi egyelőre itt tartunk, és bármilyen tanácsot és jó szót elfogadunk, hogy be tudjuk indítani egyesületi szinten, de akár önkormányzat, teljesen mindegy, csak hogy az emberek rákapjanak annak az ízére, hogy komposztálni jó. Mi magánemberként komposztálunk, önkormányzati komposztálóban, de előtte is volt, tehát megtaláltuk annak a lehetőségét, hogy működjen. És egyébként itthon mi sem szabályozzuk le, hogy citrusféléket, meg tojásfélét ne tegyünk bele, nagyon-nagyon szuperül működik, és nekünk már többször jött ki érett komposzt a komposztálónkból, valamiért ugye itt a közösségi komposztálónál még nem jól működik a folyamat. Nagyon szépen köszi. Ez a remek időérzékkel elmondott történetekért külön köszönet, és lenyűgözőek vagytok. Akkor, ha jól értem, akkor a komposztbarátok hálózatának már is van egy feladata, hogy a 18. kerületieket picit így promózzák be, toljuk meg a közösségi jelenlétüket. Ha jól értettem, akkor ti úgy indultatok, hogy a kezdeti nehézségek miatt ilyen kompromisszumokat kötöttetek, például először a szabályozótól kértetek akkor területet, és akkor ezen keresztül próbáljátok, és most már mivel vannak jó tapasztalatok is, tehát például be tudod mutatni a sajátodon keresztül, hogy figyeljetek, nem büdös, jó a minősége, stb. Ha többen vagyunk, akkor még nem is szárad ki, akkor reméljük, hogy ez majd így tovább lendíti. Mielőtt átadnám a szót a bajaiaknak, és azért, mert úgy érzem, hogy egy picit kapcsolódik a történetetek, véletlenül a Ritájét egy picit jobban ismerem, mert beszélgettünk telefonon. Itt a Bozon jelentkezett korábban, és akkor én megadnám neki a lehetőséget, hogy mondja el, amit szeretett volna, illetve valaki írta, és hogyha arra valaki röviden tud válaszolni, hogy hol tudjuk megkeresni, hogy egyáltalán van-e valahol ilyen közösségi komposztáló, mert kérdezi valaki, hogy Szombathelyen például van-e. Jaj, bocsánat, akkor elkezdem. Jó, az, hogy Szombathelyen van-e, az sajnos nem tudom. Viszont van egy ilyen zéró szintű promóciós lehetőség az egészben, ugye, hogy Balázs kitalálta még annak idején, hogy mindegyik csoport az valamilyen komposztbarátok legyen, és ugye akkor az ember, ha beírja Facebookba csak azt, hogy komposztbarátok, akkor ugye valószínűleg ugye a találati relevanciában nyilván a földrajzi közelség is benne lesz, és akkor kidobja a számára legelérhetőbb komposztbarátokat a találati lista tetején. De nem is ezért akartam jelentkezni. Ja, még egy ilyen beletrollkodás, ami csak közbenső reakció, hogy ugye a közösségépítés nehézségeiről volt szó. Az az igazság, hogy itt is valahogy, nem is tudom, vannak olyan természetes nehézségek, azt hiszem, hogy ahhoz képest, ahogy az ember elképzeli, azért nagyon kevés az olyan tag, aki nagyon aktív. Ez valószínűleg szinte minden közösségi rendszerben így van, hogy nagyon szeretjük, ha sok felhasználó van, de az embereknek 95% fölötti része az felhasználó marad mindig. Olyanok, akik ugye már aktív tagok, akik eljönnek pakolásra, ilyesmi, azok mit én még ebben a nálunk levő 1000-es felhasználói körből is, mit tudom én, hát egy ilyen 10 pár ember, és akkor mondjuk minden alkalomra eljön, mit tudom én, 3-5-8 tag pakolni, de ez nem baj egyébként, mert körülbelül ennyi fér hozzá a pakoláshoz. Tehát, egyébként most így az arányokat leszámítva, mert az is köszi, hogyha arról beszéltek egy picit, hogy kinél hányan vagytok, de azért 5-8 ember az nem olyan rosszul hangzik egy ilyen akcióra. Szerintem sem. Na mindegy. De nem akartam elhúzni az időt. Ami miatt jelentkeztem egyébként, ugye nagyon sok szót ejtettetek az előző blog felvezetésénél a hivatalos, meg a hivatali körülményekre, és ezzel kapcsolatban ugye akkor van egy olyan nagyon szomorú körülmény, hogy ugye itt sokat beszélünk a közösségi komposztálásról, de ez jogilag nem létezik. Tehát Magyarországon olyan, hogy közösségi komposztálás olyan nincs. Hogyha az ember felgooglizza mondjuk a releváns kormányrendeletet, ugye ami a hulladéktörvénynek az egyik végrehajtási rendelete, akkor megtalálja, hogy közösségi komposztálás néven a tök sima társasházi házi komposztálás van feltüntetve. És például emiatt, ugye most ez akkor részben a reklám helye, a 22. kerületben is indult végre egy komposztbarátok nevű komposztáló kerületi önkormányzati területen, és az úgy indult el, hogy itt a kerületi önkormányzat nagyon precízkedni akart,
és ők azt mondták, hogy jó, közösségi komposztáló, akkor indítsa az egyik társasház. Az egyik társasháznál összerántottak egy közgyűlést, bevállalták, hogy az övék ez a közösségi komposztáló, és akkor abszolút, ez már tök szürke zóna, mások is oda vihetik a komposztálni valójukat. De egyébként ugye az ilyen problémákra egyébként, ugye ahogy más kutyapártos projekteknél is lehet látni, azért a legjobb válasz a gerillázás, ugye csinálni kell. Hogyha van probléma, akkor meg kell oldani, nem pedig várni az ilyen hülyékedésekre, és ez az egyébként, amit ugye Balázs annak idején kulszereplőként megcsinált. Ugye visszatérek az ő szerepéhez, hogy ezt elindította, látott egy problémát, és nem azzal törődött, hogy hogyan ne. Ugye sok olyan tárgyalásra emlékszem, amikor hozzáértő emberekkel fél óra alatt össze tudtuk hozni, hogy miért nem lehet megcsinálni. Nagyon gyorsan, mert értettünk hozzá, nem így kell, hanem meg kell csinálni. Bocsánat a közbevetésért. Nem, köszi szépen. Szerintem ez is nagyon érdekes kérdés, ami tehát innen is, meg onnan is meg lehet közelíteni, és valószínűleg az szokott célhoz vezetni, hogy valamit csinálsz, aztán akkor utána köszörülöd a csorbákat. Az Editéknél például ez tök érdekes, és a Rita, aki fog beszélni a bajai, nem bajokról talán, hanem a komposztálásról, a bajai helyzetről, nektek lehet, hogy még jó példa lehet az, hogy milyen megállapodásra tudtak már jutni, tehát mint a mintamegállapodás már lenne az Editéknél. De mesélj a tietekről mindent is. Szóval a bajai komposztálás, a közösségi komposztálás történet egy 2 évvel ezelőtt indult, és tényleg azt lehet mondani, hogy ez így történelem, hogy az első létrejött. Ez egy teljesen alulról jövő civil kezdeményezés, önszorgalomból egy lakó, aki, mert hogy jellemző, hogy város, mezőváros és családi házak, és majd, hogy nem minden családi házhoz is tartozhatna kertes házhoz egy komposztáló, de nem. És egy ilyen házból költözött a lakótelepre a hölgy, aki úgy gondolta, hogy felkarolja ezt a dolgot. Úgyhogy valóban az újrahasznosítás jegyében raklapokból raktuk össze a komposztálót, saját autóval szállítottam, felcímkéztük, kompakt elkészítettük, és a megfelelő promóció is megvolt hozzá, és azok a komposztbarátok, akik időről időre odavorták a zöld javakat, viszont annyi rossz akaró is volt, akik nem tudták, hogy mit kezdjenek ezzel, lehet, hogy nem is tudták, hogy mi az, de a károkozás mindenek előtt. Úgyhogy egy áldász küzdelem indult azért, hogy minek kerüljön bele. Szétverték, akkor újra összeraktuk. Tetőt kapott, mármint egy ilyen rácsolt a madarak ellen. Az egyik képviselő, a területi képviselő beleállt a helyzetbe, hogy állítólag ez büdös, de ő maga nem győződött meg róla, és rendszeresen eljártam, megnéztem, nem is kellett nagyon tanácsot adni a hölgynek, mert a gyakorlati tapasztalata annál sokkal mélyebb volt, és minden kifogás, ami ez a komposztáló ellen felmerült, alaptalan volt. És most ott tartunk, és ez a specialitása a helyzetnek, hogy számtalan igény és jelzés van már arra, hogy csináljuk meg. Egyébként a lakótelep szívében van ez a közösségi komposztáló a legideálisabb helyen. És egy olyan zöldövezeti eldugott részen, ahol senkit nem zavar, ideális helyszín egy árnyékos területen a megvalósításra. És még ezen kívül van 2 lakótelep a bajának, és leginkább onnan jelentkeztek azok, akik szeretnének komposztálni. De az is igaz, hogy rendet kell tenni a fejekben, mert voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy a saját tuja és fűkombós udvarukban képződő fűnyesedéket szeretnék eltüntetni valahogy, és ezt szeretnék a közösségi komposztálóba dobni, és ez egy olyan káoszhoz vezetett, hogy egyébként sem volt meg a támogatás az önkormányzat részéről az ügyben, hogy valósítsuk meg, és elaludt az ügy, vagy egy kicsit úgy altattuk az egészet, és pár hónappal ezelőtt egy nagyon kedvező helyzetbe kerültem azáltal, hogy bevontak a város zöldövezetének fejlesztésébe és növelésébe, és hoztam magammal azokat az ötleteket, meg elképzeléseket, amit úgy gondoltam, hogy megfelelő társakkal, vagy támogató kollégákkal keresztül tudjuk vinni, és most kiderült, hogy fordítva kezdtünk ülni a lovon. Azt kérte az önkormányzat, hogy állítsam össze azt a szempontrendszert, és azokat a
elvárásokat vagy szabályozást, amely az önkormányzatot is felkészíti egy olyan helyzetre, amikor egy lakossági bejelentéssel azt kifogásolják, hogy mondjuk büdös, vagy a madarak széthordják, vagy akármi, hogy az önkormányzat maga fedhetetlen legyen ilyen szempontból, és az is, aki komposztgazdaként vállalja, hogy rendben tartja és gondozza, és az alapvető, hogy szerveződjön egy közösség a komposztáló köré. Tehát ez szerintem alap, ez az utóbbi, ez bizonyára működni fog annál sokkal nagyobb létszámban, mint ahogy most ennél az első komposztálónál működik, és ezt a helyzetet kihasználva, vagy formába öntve gondoltam, hogy ez egy olyan első kezdeményezés a város életében, ami nem is értem, hogy eddig miért nem történt meg, valószínűleg azért, mert vagy nem voltak elég elhivatottak a döntéshozók, vagy nem volt egy olyan ellánnal bíró önkéntes, aki megfogta volna és elvégezte volna ezt a feladatot, az utánajárást, a formába öntést. A kezdeményezésünk az abban nyilvánul most meg, és az irányba halad, hogy városrészenként terveznek egy-egy komposztáló kihelyezést, ez múlt héten már majdnem össze is jött, és technikai nehézségek adottak ebből, és azt a fokozatos bevezetést látom megfelelőnek, ami a lakosokat is megfelelően jól érzékenyíti és tájékoztatja, abból nagyon nagy hiány van. És akinek a feladata lenne, nem helyez elég hangsúlyt erre a részre, és itt nagyon nagy jelentősége annak az alakuló önkormányzaton belül nevesíthető zöld irodának lenne, aki kimondottan az újszerű dolgok integrálásával, bevezetésével foglalkoznának, ennek az összeállításában, kidolgozásában is részt tudok venni. Uh-huh. És mennyire volt szerinted az hatással, hogy te vagy ti, nem tudom hány évig, ez is akkor kérdés, ilyen egészen konkrét lakossági aktivitással példát mutattatok, meg dolgoztál ezzel egy csomót, így a gyereknevelés mellett, látom, ez így mindenkinek belefér, hogy most az önkormányzat felfigyelt arra, hogy na, akkor most már ilyen kvázi, nem tudom, képviselő szinten dolgoz ki valamilyen szabályozást. Egyébként erre mondtam azt az Editéknél, de azért némileg más témájú az a megállapodás, ami náluk úgy hallom, hogy alakul. Ott inkább arról van szó akkor, hogy a maguk a komposztálók milyen kötelezettségeket vállalnának, de hogy nálatok meg inkább egy ilyen válságkezelés vagy kríziskezelési dologra is vonatkozna ez, de hogy tehát, hogy az első kérdésem az, hogy milyen tevékenység, milyen aktivitás eredményezte azt, hogy most már így bevonnak. Ez egyértelműen a 10 millió fa civil szervezettel való együttműködésre vezethető vissza, és az, hogy tehát darabszámokban is lehet beszélni, de számtalan olyan referencia ültetvényt hoztunk létre, ami elég jó irányban mutató tevékenység volt, és az együtt gondolkodást és az együtt megvalósítást, illetve erre kértek fel a nyár végén. És most azt látom egyébként, hogy, és nem véletlen használtam a bemutatkozóban azt a kifejezést, hogy ez egy vak volt a város vezetők részére, a döntéshozók részére, mert amikor, tehát egy számomra az volt, és lehet, hogy nem magamból kellene kiindulni, de számomra az volt nagyon megdöbbentő, hogy annyira magától értetődik azt, hogy komposztálunk, hogy ez nincs meg az embereknek. És a kommunális hulladékot is összekeverik a szelektívvel, és amíg ez nincs meg, és nem raknak helyet a fejekben, addig valószínűleg nem is elvárható tőlük, hogy majd az egy év múlva aktuális barna kukarendszert betartsák, és arra odafigyeljenek. Tehát nagyon sok időnek kell még eltenni ahhoz, hogy hatványozottan a jó példákon keresztül egyszer csak megvalósuljon az kicsiben, amit mi nagyban szeretnénk elérni. És igazatok van olyan szempontból, hogyha a komposztálás, ez a közösség is elindulna ebben a formában, és nagyon sokat lobbizom az mellett, hogy ha nem is közösségi, de az otthoni zöldjavak gyűjtése meginduljon, akkor jelentősen csökkenthetjük azokat, vagy a város csökkentheti az ezzel kapcsolatos költségeket. Lehetőségem van a helyi sajtóban megjelenni, és egy zöld rovat keretein belül írni szemléletformáló cikkeket, javaslatokat. Ez két hetente jelenik meg egy 1500 karakterben, nem nagyon lehet megváltani a világot, de többször visszatérő volt aktuálisan a komposztálás folyamata, és hogy tehát egyáltalán, hogy ez miért szükséges az embernek. A technikai részlete is, hogy hogyan tudjuk akár egy olcsóbb megoldásból kihozni. Az újrahasznosítás mindig téma,
és a mai világban is, de eddig is valószínűleg, vagy én azt gondolom, hogy sokan keresték azokat a megoldásokat, hogy minél olcsóbb legyen. Ami engem motivál, az az, hogy ne termeljek hulladékot, de a végeredmény az legyen, és ez így találkozom valahol, hogy használjuk fel azokat az anyagainkat, amit egyébként mások kidobnának, és akkor így okosan gondolkodva. És az, hogy az önkormányzat lehetővé teszi azt, hogy működjön a közösségi komposztálás, hogy a civilek oldaláról megvan erre a befogadókészség és a szándék, az elhatározás, tehát ez a kettő nem is tudom, hogy lentről fölfelé, vagy oldalról mutassam, de találkozik egy határmesdjén, és abban látom a nagyon fontos szerepemet, hogy össze tudom fésülni azokat a szálakat, amelyek eddig kuszán voltak a valahol, és a végeredmény az legyen, hogy városszerte több ponton valósuljon meg a közösségi komposztálás is. Csak egy rövid kérdés, hányan vagytok? Mert mint a te csapatod, mekkora? Itt kicsi csapatról van szó, most mondok egy létszámot, szerintem 5 vannak, akik odafigyelnek, és rendszeresen foglalkoznak a komposztálóval, ez ugye bővült. Először csak egy négyzetméteres alapterületű raklapokból összerakott komposztáló volt, szükség szerint elkészült egy másik, és forgóban tudták az anyagot kezelni. Egyébként elindult nyár elején Baján is egy botanikai séta, egy zöld séta, és azért is terveztem bele az útvonalba a komposztáló látogatását, hogy nézzék meg az emberek test közelből, fogják meg, túrjanak bele, szagolják meg, ismerkedjenek vele, és megdöbbentő volt az, hogy kellett, hogy ismerkedjenek. És hallottak már róla, látták, de nem tudták, hogy hogy kezdjék el. Na ezek után már kaptam visszajelzést arra vonatkozóan, hogy megcsinálták otthon, és nem dobják ki azt, amit eddig viszont el akartak tüntetni, mert ezt látták otthon. Hú, én imádom a Gergelynek a lelkes reakciót, én is így alig tudom magamat tartani. Igen, szerintem ezek azok a dolgok, amikre talán fel lehet majd fűzni azt, hogy többen csatlakozzanak meg, hogy könnyebb legyen ezt már elkezdeni is egy következő újoncnak. Hallgassuk meg akkor Annát vagy Annáékat így utolsóként, és akkor utána belecsapunk a vadula kérdésekbe. Mi májusban kezdtük a komposztálást, előtte, jól emlékszem, februárban kezdtünk el egyeztetni az önkormányzattal, ami ugye Újbudán vagyunk. Újbudán már nagyon sok komposztáló létesült, így úgymond nekünk viszonylag könnyű dolgunk volt már az engedélyeztetéssel, viszont azóta, ha jól tudom, bevezették azt, hogy már évente csak egyszer vagy kétszer engedélyeznek komposztálókat, mert tényleg annyi kérés érkezett feléjük. Nekünk a helyszín volt kérdés, és ami így ment az oda-vissza levelezgetés, és ami a bürokrácia miatt kicsit lassú volt. Mármint, hogy olyan e-maileket, tehát olyan leveleket csatoltak nekem e-mailben, ami 10 nappal ezelőtti levél volt, és csak csatolni kellett volna egy e-mailhez. És ezért így lassult a folyamat, de egyébként nagyon ezen a lassú válaszon kívül nagyon segítőkészek voltak, ők komposztkeretet is biztosítottak. Mi kicsit ilyen Hübele Balázs módjára csináljuk ezt szerintem a többiek szervezettségét hallgatva. Mármint nálunk inkább az volt a szem előtt, vagy így odáig jutottunk, hogy mindenképp szeretnénk ebbe belevágni. Azt hiszem, az még nem hangzott el, ez az adat, hogy a szerves, vagyis a vegyes szemétből, a vegyes szemétből 30% szerves hulladék, tehát 30% hasznosítható abból a szemétből, amit a vegyesbe dobunk, a komposztba. Tehát nekünk ez volt a fő szempont, mint csomagolásmentes bolt, meg mint ilyen szemléletben éljük az életünket, hogy ezzel kezdjünk valamit. Ja, igen, látom, hogy volt szó róla. Bocsánat, akkor arra lemaradtam. Igen, nekünk már 5 keretünk van, amiben 4 nagyjából tele van. Mi is igyekeztük ezt a mindig egyel odébb pakoljuk szisztémát folytatni, ami nem annyira sikerült. Viszont az önkormányzat adott még plusz 2 keretet nekünk, amiből most egyet szereltünk össze. Mi is 3-mal kezdtük. Úgyhogy itt ugye a jelhangzott, hogy a feneketlen tónál ők arra becsülik, hogy ezren vannak. Én nekem erről sincs sejtésem sem. Azt tudom, hogy 200-on felül vannak a Facebook csoportunkban, de hogy biztos vannak olyanok, akik nincsenek benne a Facebook csoportban, de lehordják, és olyanok is, akik benne vannak, de nem hordják le. Viszont ugye nagyon jól látszik, hogy nagyon telik a komposzt.
nem tudom, hogy arról volt ez, hogy nagyjából 6 hónap, amíg kész komposzt lesz az első adagból, és ugye ez nálunk most fog elkövetkezni. Az első adag, ami kész lesz, úgyhogy mi még ideig nem jutottunk el, hogy átcitáljuk és meglássuk, hogy mi van, vagy hogy hogyan alakult, de az látszik az átpakolásoknál, hogy élővilág az bőven van benne. A férjem a biológia tanár, úgyhogy ő tudná megmondani, hogy pontosan milyen kis állatkák vannak benne. Egy bogár vagy rovar, én ehhez nem értek, de hogy nem giliszta, ez biztos, mert ezt megismerném, de hogy ilyen kis élőlények vannak benne. Nálunk nagyon vizes volt nyáron a komposzt, volt is, aki locsolta sajnos, pedig nálunk szerintem nem kellett volna, de ő viszont pont abból indult ki, hogy a feneketlen tónál locsolni kell, de azért nálunk meg nem feltétlen ugyanaz igaz, mint ami a feneketlen tónál. Nálunk is jöttek olyan visszhangok a szomszédoktól, hogy büdös a komposzt, aminek tényleg van egy szaga, de szerintem akkor van szaga, ha közvetlen mellette vagy. Viszont mert nekünk is van itthon is komposztálónk, és én nem érzem a kertből ide magamhoz. Tehát ami nálunk nagyon jól jön, amit pont a 18. keletben, ha jól hallottam, hogy nálunk nagyon sok száraz anyag van, nálunk pont nagyon nedves volt a komposzt, úgyhogy mi most igyekszünk. Ugye mi májusban indultunk, tehát akkor még nem volt ilyen levél tartalékunk, mi most igyekszünk így minél többet tartalékolni a levelekből, illetve volt ágaprítási, semmi baj, jól van az ott, volt ágaprítási akció a kerületben, tehát lehetett faágakat gyűjteni, és akkor abból is, ami keletkezett, ilyen ágdarálék, azt is fel tudjuk használni a rétegzésre. Igen, amire még mondtam, hogy ilyen Hübele Balázs módjára csináljuk, hogy nálunk nincs ilyen naposi rendszer, inkább mit csináljuk, amikor ráérünk, de ugye, mint látszik, nem annyira érünk rá. Szóval így, amikor tudjuk, akkor csináljuk. Próbáltunk segítséget kérni a Facebookon a közösségtől az átpakolásban is, hogyha segítenek is, akkor egy-két ember csak. Úgyhogy ebben nem vagyunk elég ügyesek, úgy érzem, vagy nem folytunk elég energiát arra, hogy mi tényleg közösségként csináljuk ezt, és ne csak mi ketten a férjemmel igyekezzünk. De akkor ez akkor most azt jelenti, hogy ti igazából írdatlan sok, de azért mégis belefektetett munkaórával így életben tartjátok, csak hogy ez akkora teher, hogy ez így hosszú távon nem működik. Hát inkább a komposzt az írdatlan sok, a munkaóránk sajnos nincs olyan sok, hogy beletegyük, de inkább ilyen elhárítást végzünk. Tehát, hogy amikor már nagyon tele van, akkor muszáj, hogy csináljunk vele valamit, és akkor csinálunk vele valamit. Ami persze olyankor munkaóra, de inkább ez ilyen nem rendszeresen, hanem amikor tényleg már nagyon tele van, akkor vagyunk kénytelenek. De az ellenőrzés szintjén, tehát ellenőrzni mindig oda megyünk, és megnézzük, hogy van-e benne műanyag, vagy ilyesmi. Ami ugye másról is elhangzott, hogy az ellenőrzés, a heti szintű ellenőrzés, az megvan. Igen. Azt hiszem, ennyi. Szuper. Hát nagyon köszi mindenkinek, hogy elmondtátok ezeket. Nem tudom, esetleg Lóri, hogyha röviden szeretnél, most így 2 percet, így nagyon jól tartottuk az időt, még 2 percet tudunk szánni arra, mielőtt beindítjuk a kérdéseket, de ha gondolod, akkor pár percben mondd el a lágymányosi komposztálót, hogy ott mik a tapasztalataid, meg hogy te hogyan jöttél ebbe bele. Sziasztok! Igazából én is a feneketlen tavi komposztálóból, tehát a Júli és a Zoli szárnyai alól nőttem ki, és gyakorlatilag a rendszer adminisztrációs oldalról ugyanaz, mint a Bikásparknál. Közösségi oldalról talán egy kicsit más nálunk, azért vannak aktív tagok, és én nagyon igyekszem nyomni azt, hogy közösségileg működjön a dolog, tehát hogy fenntartható legyen, és inkább ebbe fektetem az energiát, vagy ezt próbálom erőltetni. És nálunk naposi rendszer van, és mivel nagyon közel vannak a házak, ezek ilyen nagy panelházak, 10 emeletes házak, ezért szükség is van rá, hogy naposi rendszer legyen. Nem, mi hál' Istennek megúsztuk komolyabb
negatív visszajelzés nélkül. Egyetlen egyszer jött oda valaki hozzám ordibálni, de igazából az is olyan volt, hogy normálisan kellett válaszolni, és a normális hangnemtől ő is egészen megváltozott, és még azt is meghallgatta, hogy milyen érveket próbálok neki elmondani. Szóval igazából nekem jó tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban. Úgyhogy a lány nagyon sok komposztálókról. Illetve, ja, még annyi, hogy nálunk ugye kettő helyszín van lágymányosan, viszonylag közel egymáshoz, nekünk az volt az elképzelésünk egyébként, ami ugye szintén a bozontól jön azért, így a gyökér szinten az Olihoz nyúlik vissza, hogy 5 perc sétára legyenek egymástól ezek a komposztálók, ezért is próbálnék én tovább is menni. Egyelőre még nem sikerült ez, hogy itt még több komposztáló legyen a környéken. Ugye az 5 perc séta az azért lenne ideális, mert ugye akkor mindenkinek kvázi lehetősége lenne, vagy mindenki mondhatná azt, vagy hogy mondjam, nem, senki nem mondhatná azt, hogy nincs időm rá. Mert hogyha ha elérhető közelségben van, akkor az idő az végül is adott lehet, akár munkába menet, akár munkából jövet, akár csak a parkolóból, hogyha valaki annyira kényelmes, akkor a házaig sétálva. Szóval igen, ez jutott eszembe. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hú, hát én köszönöm, mi köszönjük, ez az ilyen balzsamos lecsengető azért kellett így a mindenki előadásának végére. Itt közben a Zoli még írja is, hogy a ti komposzt közösségetekből még utcaközösség is kinőtt, úgyhogy én nem tudom pontosan te mit csinálsz, gondolom nagyon sokat söröztök együtt, meg koncertre jártok, vagy nem tudom. Majd ezt így átvesszük és megosztjuk. Jó, hát tényleg körbejártuk ezt a témát nagyon szépen, és nagyon köszi mindenkinek. Ezennel megnyitjuk a kérdezésre a lehetőséget, úgyhogy a nem előadók most tényleg nyugodtan rohamozzák meg itt a szakértőket, tapasztalati szakértőket a kérdésekkel. Hogy kerül ez felhasználásra? Bocsánat, most a kamerát még nem kapcsoltam be, de ha ilyet szabad kérdezni, azt nem nagyon tudtam ebből kiszűrni, hogy ez mennyire megy magánházakhoz, vagy nagyobb felhasználókhoz? Hát alapvetően nálunk a Teleki téren ott az van, hogy rostálás után ilyen zsákokba kerül, és onnan bárki vihet, ugye a Facebook csoportban is reklámozzuk, hogy nyugodtan vigyenek el. Tapasztalatom szerint olyan lassan fogy, meg ugye ezt írtam az előbb, hogy nem fedi egymást a Facebook csoport, meg azok, akik valójában használják a komposztot, és akkor akik meg oda jönnek, azok nem tudják, hogy a Facebook csoporton meg van hirdetve, hogy amúgy nyugodtan lehet vinni, és akkor részben például az első rostálás után ott helyben is így szórtunk ilyen virágágyásokba komposztot ott a Teleki téren, ahol amúgy ugye már eleve a tér is ilyen közösségi tér, mert ott a környék lakó ilyen nénik egy-egy részt gondoznak. Tehát van valakinek egy fügefája, valakinek rózsái vannak, és úgy, tehát ott van, ott már ez már korábban létezett ez a közösség. És akkor nyilván, aki meg dolgozik benne, az is vihet. De azért gondolom, elmondod így külön, hogy melyik az, amelyikben benne van az ürüléked, és melyik, amelyikben nem. Ja, jön. Nem az ürülékem, az csak itt van használom. No, bocsánat, csak így. Nem, mert eszembe jutott ez a nem arra mondtam, hogy tehát az mindent lehet komposztálni, akár még azt is. Jó, nem feltétlenül akartam újból kinyitni ezt a szelencét, de hogy így eszembe jutott. Egyébként azt még köszi, hogyha azok, akik most kérdeznek, így röviden azt is elmondjátok, ha akarjátok, hogy merre fele laktok azt is, meg hogy mondjuk olyan szemmel kérdeztek esetleg, hogy nektek is van ilyen tervetek, vagy már konkrét ilyen komposzt közösségben benne vagytok. Egyébként Éva, én még tapasztalatban azt tudom mondani, hogy az Oliék például a Feneketlen Taviból, amely ilyen az epicentrumának tűnik tényleg így a budapesti komposztálás történet, közösségi komposztálás történetében, hogy ők például a 10 millió fának a második kerületi egyik faültetésére, mert abban én is részt vettem, ilyen baromi nagy ipari mennyiséggel szállítottak oda is, úgyhogy például így is hasznosul ilyen közösségi faültetéshez.
Te egyébként honnan vagy, milyen szemmel érted? Én szegedi vagyok egyébként. És nem tudom, hát én ilyen kicsit bele szoktam folyni ezekbe a dolgokba, a Gergőikkel találkoztam már, de nem vagyok még így aktív tag, és akkor kérdezték, hogy ez lenne kedvem, és most csak így kíváncsiságból gondoltam, belehallgatok. Köszi. Na, akkor Zoli, Lóri, küzdjetek meg. Na, akkor most nem udvariaskodom tovább, mert úgyis én vagyok az erőszakosabb. Mit akarok mondani? Ja, igen, ugye akkor előtted az egyik poént, hogy igazából ipari mennyiségben a faültetésre lehet eltökíteni a komposztot, és ezért ugye már szerintem már több mint egy éve rágjuk a 10 millió fások fülét kifejezetten, ugye a második kerületiekét, hogy vigyék, és akkor lehetőleg ne is használjanak ugye áruházi zsákos szart a faültetéshez. De egyébként most például volt valaki, aki vitt nagyobb mennyiségbe, úgyhogy egy komplett társasházi kertet ugye újítanak meg, és akkor nagyobb mennyiséget vitt. Egyébként valóban néha nehéznek tűnik a kész anyag mennyiségét szépen eltökíteni, de hát egyébként, ha minden kötél szakadna, szét lehetne szórni a fűben, és iszonyatos hatékonysággal lehet ugye eltüntetni. Mindegy, a lényeg az, hogy faültetésekre próbáljuk eltökíteni, az a nagy volumeneknek az útja. Egyébként ezt én is meg tudom erősíteni, tőlünk is a faültetés az egyik célpont. Ugye mi is a 10 millió fával a 11. kerületi akciócsoportjával vagyunk kapcsolatban. Most például lesz egy játszótéren itt nálunk, egy faültetés, ott fogunk felhasználni. Van egy nagy felhasználónk, egy hölgy, aki környékben ilyen gyönyörű kerteket csinál önszorgalomból. Itt előkertekben több helyen használtuk, illetve én használtam már itthon is akár cserepes növényekhez. Bár nem, egyébként nem voltam meggyőződve róla, hogy jót teszek, és itt most lehet, hogy egy picit visszakanyarodnék ahhoz a banánhéj, citromhéj történethez, amiről beszéltünk, mert én azért ebben nem vagyok teljesen meggyőződve. Mi is befogadjuk egyébként ezeket, tehát senki nem tiltja meg senkinek, hogy beledobják. Én ugyanakkor tényleg nem vagyok meggyőződve, mert egyrészt ugye sosem mértük ki, hogy ezek az anyagok megtalálhatóak-e a kész komposztban. Sosem csináltunk semmilyen kísérletet arra nézve, hogy mondjuk, hogyha valamilyen növényt termesztenénk benne, akkor adott esetben hogyan hatna ez a növénynek az életciklusára, növekedésére, bármire. Illetve, ahogy az Anna említette, ugye, hogy azért az egésznek van egy átfutási ideje, tehát, hogy ezek a dolgok lebomoljanak, tehát mindennek más mennyiségű idő kell, hogy lebomoljon, tehát minden akár mérgező anyagnak, vagy más szennyezőnek. És hát például nálunk ugye nincs még 6 hónap időse ahhoz, hogy átfusson az egész, mert nálunk az egész rendszer körülbelül 4 hónap alatt fut át. Tehát 4 hónap után gyakorlatilag, ami kijön a végén, mint végtermék, azt nekünk valahova el kell tennünk. Tehát, hogy nem biztos, hogy van annyi ideje, hogy lebomoljon. Ez az, amit én kicsit, mint egy kötözködésképpen is azért hozzá akartam volna tenni, hogy igen, egyetértek vele, hogy fogadjuk be, de abban nem vagyok teljesen biztos, hogy nem tehetünk bele kisebb rosszakat akár. Ez még csak, hogy rácsatlakozásként, hogy azt átadom a szót a Ritának, hogy ezt tudjátok valahogy úgy ütemezni, mint például a faültetés, meg általában az ilyen mondjuk legalább fárszerű ültetések, azok ugye főleg tavasszal, meg ősszel van annak egy idénye. Hogy én nekem fogalmam sincs, hogy így a komposztálásnak a fermentálási ciklusaival ezt hogy lehet így ütemezni, hogy pont akkor legyen, amikor kell a faültetés az általában. Nem az időzítésre, hanem hogy jó-e a komposzt vagy sem, a jó régi zsázsateszt, amit először Szent István Parkban, mert hogy ott elkészült, és akkor hogy mit csináljanak, hogy jó-e. És akkor vettek egy zacskó zsázsamagot, amit egyébként nem a Teleki téren, az Almási téren is csináltak. Ugye beleszórták, és akkor, hogyha az pár napon belül kicsirázik, lehet mustárt is, de zsázsa a legjobb. És hogyha az sárga, akkor még éget a komposzt. De egyébként ezt nagyon sok komposztálós cég is mondja, ha meg zöld a kis kicsi. Ezt egyébként csinálják Velencén is a talajtani laborban, ahol dolgoztam, hogy mustármaggal
vizsgálják első körben, tehát még a laboratóriumi vizsgálat előtt, mustármagot vetnek be ezekbe a különböző kísérleti földkeverékekbe, és az jelzi, hogyha toxikus, vagy a növényre toxikus, vagy fitotoxikus a cucc. Én szerintem ez így ilyen nagyon gyors vizsgálatnak tökéletes a zsázsamag. Egyébként annak idején a Bozonnal beszéltük, hogy lehetne csinálni egy versenyt a komposztbarátok között, hogy a különböző elkészült komposztatokat megversenyeztetni növényekkel, hogy melyikőjük érzi jobban benne magát, szóval lehetne egy kicsit így viccesebbé is tenni, vagy lehetne egy ilyen tényleg egy versenyt csinálni a komposztbarátok között, hogy na, kinek milyen lett a komposztja. Aztán persze akárki bevizsgálja, tehát a Westlingtől elkezdve a velencei labor el lehet vinni, és akkor megnézik, hogy van-e benne, de eddig nem volt senkinek problémája, hogy mondjuk a muskátli megbrekkent volna benne, vagy a parki cserjék nem érezték volna jól magukat, csak ennyi. Igen, szuper, nekem se volt, bocsánat, csak annyi, hogy nekem se volt semmilyen rossz tapasztalatom, tehát ne értsetek félre, csak van egy ilyen félelem bennem, vagy egy ilyen gondolat, hogy hát én személy szerint még nem láttam semmilyen mérési eredményt. Rita, mond. Igen, a közösségi ültetésekre és a komposzt felhasználásra, a nagy ipari mennyiségekre szeretnék rácsatlakozni. A kertészeti ágazat vezetőinek egy jó cselekedete már biztos, hogy van, azaz, hogy összegyűjti a zöld javakat, amiben aztán van minden, tehát a gyommagoktól kezdve minden, és tényleg nem steril ilyen szempontból a komposzt, de olyan hatalmas mennyiséget halmozott már fel a zöld depóban, hogy érdemes ránézni, megnézni, és tudni lehet, hogy ez teljesen ingyen vissza, vagy érheti a lakosság. De ez nincs hirdetve egyáltalán. És ott áll a komposzt kupacokban, amivel nem történik semmi. És, mert egyébként az van, hogy a kiszállítást kell fizetni, de mindenkinek ingyen van. És most már a második miavaki erdő készül nálunk, jövő héten ültetjük a másodikat, úgyhogy éppen 60 köbméter komposztot sikerült nyernem a zöld depóból, úgyhogy a mi miavakai erdőnk azért is egy kicsit kedvezőbb költségvetésű, mert házon belül vagy városhatárokon belülről kell szállítani, és csak a szállítás költségét kellett belekalkulálni ebbe a projektbe. Ezek mondjuk nagyon nyomós önkormányzati érvek, amikor a költséghatékonyság így erősen megjelenik, úgyhogy ezt is így tartalékoljuk. Gergely, te szeretnél még volna valamit, aztán buzdítsuk a még eddig nem beszélőket. Igazán azt akartam mondani Lórinak, hogy én arról beszéltem, hogy a banánhéj, meg a narancshéj, hogy így szerintem részben ez városi legenda, hogy azok a leggonoszabbak, és hogy erre hivatkozva akarják valakit kitiltani. De tehát ne higgyük azt, hogy azok a zöldségek, mint a brokkoli, vagy a málna, az gyümölcs, tehát hogy azokban nincsenek ilyen maradvány vegyszerek, mert mondom, én tehát tényleg kéne erről tudományosan értekezni szerintem, de mondom, én az EFSA-nak a honlapján megnéztem ezeket a teszteredményeket, és mondom, ezek a citrusfélék abszolút nem voltak ott a legrosszabbak között. Tehát én inkább ezért is vagyok befogadóbb, mert akkor oké, zárjuk ki a banánt, zárjuk ki a narancsot, akkor zárjuk ki a brokkolit is. Értitek? És akkor hol állunk meg? Tehát én csak ezt akartam mondani Lórinak. Igen, ne legyünk diszkriminatívak, de egyébként, hogyha ez az összes cucc ez ennyire nem mérgező, akkor én meg azon gondolkozom, bár a komposzt, közösségi komposztás jövőjét nem feltétlenül serkenti, vagy segíti, de hogy akkor miért nem esszük meg ezeket, és akkor nem kéne kidobni. Na jó, kinek van még kérdése, aki még nem? Na szóval annyit mondtam csak, hogy azért nem esszük meg a banán, meg a narancshéjat, mert nem finom. De a narancshéjat egyébként van, amikor bekandírozok, és akkor az is finom. Tehát. Igen, igen, aztán majd nem esszük meg. Aztán majd nem lesz, mivel zsázsatesztet végezni, annyira megesszük meg. Van-e kérdésed a urakhoz, hölgyekhez? Igen, én még annyit szerettem volna kérdezni, hogy ha jól hallottam, akkor itt van az 1000 fa mozgalomnak a nem tudom ki-e,
Mi többször is sileztük a kutyapárc felé egyébként, csak nem, valószínűleg nem a megfelelő csoportba, hogy vennénk az erdészettől pacsemetéket, hogyha segítenek megszervezni Sopron környékén a faültetési mozgalmat, csak még érdemivel azt sehol nem kaptunk rá. Hú, az a helyzet, hogy így elől-hátul mozog a hangod, ez valami technikai dolog lehet. Jól értettem, hogy te választ vársz, most a kutyapártról szólt, ha jól értettem a kérdés, választ vársz valamelyik részlegünktől? Igen, mi írtunk, de ez már elég régi dolog, hogy már jó, mert akkor, is... bocs, akkor viszont csak azt szeretném kérni, hogy most ne akasszuk meg ezzel itt a témát, hogy Léci, akkor írjál már nekem erről, jó, és akkor megoldjuk a problémát, ide beírom a e-mail címemet. Jó, megteszed, hogy írsz nekem? Jó, szuper. Igen, nagyon persze. Köszi. Van egyébként mi Sopron környékén vagyunk, és hozzánk, csak annyit tennék hozzá, hogy hozzánk bárki hozhat 0-24-ben komposztálandó dolgokat. Viszont mi Sopron kültréti telkén vagyunk. Itt több helyi csoportban is megvan egyébként hirdetve, és elég jól működik. Mi bármilyen zöld hulladékot befogadunk. A korlátozás nélkül annyi kérésünk volt a komposzt hordókhoz, hogy a diófa levelet és a tüskéságakat külön helyezzék el, ne pedig a nagy gyűjtőládába. Aha, és ti is tagjai vagytok ennek a komposztbarátok hálózatnak? Nem, még eddig nem tudtunk volna, hogy van ilyen. Na, akkor ez lenne. Én szerintem a Balázs biztos szeretettel fogad titeket, vagy útbaigazít, gondolom én. Persze, csak ugye eddig nem léptünk ki Budapest keretei közül, de szívesen országosodunk. Úgyhogy, és akkor átnevezem, egy 2 másodperc alatt átírom budapesti komposztbarátok közösségét, országos komposztbarátok közösségét. Ezen nem újjon. Tényleg, mert emlékszem, hogy volt egy ilyen próbálkozásunk Ajkával, és azt hiszem, hogy az is egy picit így a közösség vonalon dőlt picit dugába. Ott is érdemes lenne talán újra megnézni, hogy mi az az indító, amivel nagyobb eséllyel meg is marad. Figyelj, hogyha kapcsolatban tudunk maradni, Dana, itt be fogom másolni a végén újból ezeket, vagy talán most is bemásolom, hogy hol lehet így a zöld kutyán keresztül velünk kapcsolatot tartani, és akkor összekötünk mindenkivel, akivel szükséges, és akivel hasznos, úgyhogy ha a Balázsék meglépik ezt az országos hálózatosodást, akkor szerintem ez egy jó indítója ennek, hogy ti kapcsolatban tudjatok maradni, de gondolom a Facebookon is megtalálod ezt a hálózatot, és akkor ha ott beintegetsz, akkor már is segítenek. Van-e még valakinek kérdése? Nekem annyit jutott eszembe, hogy az elején beszéltük, hogy így nincsenek nagyon megosztva dolgok, hogy szervezhetünk Budapesten egy ilyen országos napot, ahol így akkor azt jó előre összehoz minden komposztbarátból, akkor csoportból, akkor meghívunk szinte mindenkit, és akkor azt kitoltjuk online is a térbe, de hogy csaphatunk egy ilyen szakmai napot, egy ilyen batyubálas, permakultúrás, sztájlos, akármit, és akkor ott mindenki osztatja a kis komposztját, így kirakjuk az asztalra, mint ez. És megkóstolgatjuk. Megszaglásszuk, meg tapperoljuk mindenkinek a szóval. Szerintem ilyet csinálhatunk január-februárban, akkor úgyis... Akkor mindenképpen én is visszam a kertit. Igen, és akkor ott nem tudom, ott aláírunk valami nagy nyilatkozatot, mert mit tudom én, az ilyen divatos, meg nem csak viccelek. Szóval, hogy lehetne ilyet január-februárban csinálni. Na, annyira bírom, hogy így... Tehát ugye a hátsó szándékkal megszervezzük ezt a kis népfőiskola előadást, és akkor így előadjátok tulajdonképpen a végcélt így magatok, úgyhogy yeah. Még akár egy kis forradborozás is összeköthetnénk. Na, még valaki, még van egy kicsi időnk, még hogyha hozzászólás kérdés, Ricsi azt hiszem jelent Rita is, Rita, Ricsi, mondjátok. Nagyon jó, oké, akkor mondom én, illetve kérdezem. Megerősítést szeretnék arra vonatkozóan kérni, hogy civil szférából érkezve, mi lenne az, ami nagyon fontos szempont az önkormányzat felé, milyen lepapírozással, vagy megállapodással, bármi olyan írható szempontrendszerhez, vagy amihez mindenki tartja magát, szükséges igazodni, ami az alapja lenne azoknak a kezdeti lépés, vagy egyáltalán a közösségi komposztáló intézményesítésének. Zoli,
Van ezzel kapcsolatban, mert szerintem, ha valakinek, akkor Balázsnak, meg Zolinak van ezzel közvetlenül kapcsolata. Én nyilván tök érintettnek érzem magam önkormányzati képviselőként, de azt hiszem, hogy ezt közösen kell összerakjuk, annyit akkor már nem bújok ki a dolog alól, annyit elmondok, hogy én nagyon szeretném, hogy a második kerületben legyen közösségi komposztáló, ott, ahol én lakom, a Zsigmond tér mellett közvetlenül, itt ugye ilyen nagyobb társasházak is vannak, tehát én most pont egyébként a Balást is bevonva, elkezdtem ezt tematizálni, hát ilyen hivatalos levél formájában is az illetékeseknél. Én most nem tudom, hogy nálunk konkrétan mi az akadálya annak, hogy hát még nem létesült ilyen komposztáló. Én azt gondolom, hogy itt valószínűleg ez megoldható lesz. Az, hogy mennyire gyorsan tudunk odáig eljutni, hogy mondjuk egy játszótérhez közel, vagy egy ilyen csecse park környezetében az esztétikumot és az esetleges polgári aggályokat figyelembe véve ez mennyire lesz egyszerű, vagy kevésbé egyszerű, azt most így nem tudom megmondani, de hogy én arra számítok, hogy azért el tudunk indulni ezen az úton. Én magam meg tök lelkes vagyok, és általában, hogy is mondjam, így pont az, hogy a közösséget valahogyan összeszervezem, és megpróbálok mindenkinek eszközöket nyújtani ahhoz, hogy akár legyen szó egy falócsolókörről, amit ugyanilyen hetes napos, nem tudom milyen rendszerrel raktam itt a környéken össze, vagy akkor a közösségi komposztálás, vagy növények örökbefogadása, stb. Hogy ebben a szervezés az meglegyen, és az emberek lelkesedését vagy így becsatornázzuk, tehát ezt az oldalát nyilván tudom én is vinni. A szabályozással kapcsolatban azért még bizonytalan, mert ahogyan az Oli is mesélte, úgy látszik, hogy általánosságban ez még egy nagy hiátus. Tehát, hogy mennyire lesz ez egy első akadály, vagy mennyire tudjuk azt csinálni, hogy basszus, elkezdjük fizikailag csinálni, és akkor onnan a kis buktatókat tovább. Ez szerintem már egy ilyen felelősségvállalási kérdés is. De Zoli, mondjad. Na, bocsánat, egyébként igen, ott a ti környéketeken én már az Imolát is próbáltam ugye savanyítani azzal, hogy alakítsanak komposzt közösséget, és ott nem tudom, milyen térnek hívják most a Orsó utca, Pasaríti utca sarok, ott van egy, és az nem egy olyan csecsepark, ahol most nagyon rosszul néz neki a komposztáló, de egyébként a legcsecsebecsébb parkban is szerintem jól néz ki. Tehát ott szerintem el lehetne kezdeni. De egyébként én még a Lóri banánhéjas kitérőjéhez akartam reagálni, de nem tudom, megtehetem-e. Én most azt kérném, hogy így az official időnkből 7 perc maradva, hogy ezt a... De szuper, hogy most belekerülünk egyrészt ilyen szakzsargon közegbe, spontán tökök meg rózsabogár pajorok, nem tudom, háborúja közé, de hogy lehet, hogy nem most vitassuk meg ezt a citrusfélék és banánhéjak dolgot. Az azért nem kell megvitatni, mert erre van megoldás, tehát egyértelmű az igazság. Jó, nem mindegy, akkor nem szólok bele. Maximum mégis, 9 után. Akkor mégis beszéljük ezt ki. Ja, most akkor nagyon gyorsan csak elmondom, hogy ugye ez a posztfaktuális világban alakul így, hogy ha valamire nagyon nem találok bizonyítékot, akkor is azt mondom, hogy de az ellenkezője sincs bizonyítva, és akkor én maradok a senki földjén. Tehát egyszerűen én nagyon sokat kutattam, hogy van-e bármilyen bizonyíték annak, hogy itt nem lebomló tartósítószerek, vagy ilyesmik vannak-e, és egyszerűen erre nincs tudományos bizonyíték, senki nem produkált ilyet, és kezd a meggyőződésem válni, hogy azért, mert egyszerűen ezek kimutathatatlan mennyiségben vannak bármilyen komposztban csak jelen. És volt egy cikk, amit valaki belinkelt, valami újságcikk, ami arról szólt, hogy mit tenni, 8 hónapig is megmaradt egy ilyen vegyület, és akkor azt elkezdtem utána keresni, az egy másik cikknek a plagizált változata volt, amiben volt egy tudományos hivatkozás, és a tudományos cikket elolvastam, és akkor kiderült, hogy körtén mérték, és kifejezett tartósítás mellett, tehát hűtőházban, inert atmoszféra, akármi, úgy maradt meg 8 hónapig. Na most, ha úgyis csak 8 hónapig marad meg, akkor a komposztban egészen biztos, hogy napokat se bír ki valószínűleg ez az anyag. Na mindegy, csak ezt akartam mondani, hogy nem szabad a bizonytalanságban maradni, hanem az, hogyha valaminek nagyon nincs jele, az is jel. Tehát egyszerűen nincs tudományos folyamatom, ami eddig bizonyította volna, hogy itt tartalmas anyagról van szó. Bocsánat az időhúzás. Nem, szuper, köszi. Mondjad Balázs, aztán utána szeretném olyas valakinek megadni a szót, aki még nem beszélt az Ádámnak, és akkor folytatjuk.
Jó, csak gyorsan reagálnék a Ritára, hogy ugye ez a jogi dolog, ez fölmerült rögtön az elején, amikor főkerttel megcsináltuk a Tabánba az elsőt, akkor kérdezték, hogy és jogilag ezt lehet, és ugye Bozon is mondta, hogy engem marhára nem érdekelt, hogy lehet, vagy nem, megcsináltuk, de utána a főkertnek a jogásza átnyálaszta az összes ilyen törvényt, és csinált egy leírást, amiben nagyjából megállapította, hogy fogalma sincs, mert valóban ez olyan, mint a elektromos roller, hogy még azt hiszem, még mindig egy játék, tehát hogy nem tud vele mit kezdeni a jogalkotó, mert nem ipari komposztálás, tehát hogy nem engedélyköteles, meg nem tudom, de nem is házi kerti, amely tényleg nem szól bele senki, szóval ez megint egy ilyen senki földje, de hogy egy önkormány, mert mi ugye főkerttel csináltuk, főkertes területen, Budapest nem szólt bele, mert tökörült a Sanyi, hogy csinálunk valamit. Az első ilyen volt a Teleki tér, ahol azt hiszem egy jó éves procedúrája volt a Kornéliának az, hogy kijárja, meg leveleztek, meg stb. Szóval az önkormányzatnál szerintem ez marhára önkormányzat függő, mert a 11 az annak tetszik, a 13 két és fél évig nem volt hajlandó egy nyomorult területet adni, ott a lőportát dűlőiek, azok nagyon sokat küzdöttek, szóval az önkormányzata válogatja, de alapvetően nem attól függ, hogy jogilag lehet-e vagy nem, egyszerűen nem tudom, hogy Budafokon iszonyú sokat küzdöttünk, és végül féltek a lakosságtól, tehát ilyen szavazatvesztés, vagy mit tudom én, szóval, hogy ez mindig önkormányzata válogatja, de általában jogra soha nem hivatkoznak, hogy jogilag nem lehet, mert nincs rá semmi még. Ricsi, téged a korábban szólítottunk, hogy mondd, mert láttuk a kezedet, akkor mondd is, Ádám, Ricsi, valahogy. Az az igazság, hogy hát kutyapártos passzivistaként tulajdonképpen voltak így már előzőleg is így egyéni akcióim, tehát az, hogy ilyen nagyobb kátyukba például mondjuk kispálmát ültettem, meg stb., de ezeket sajnálatos módon ellopták, úgyhogy aztán kezdtem is letenni róla. De a komposztálásban meglehetősen nagy lehetőségeket látok. Na most, hát úgy néz ki, megpróbálok azért utána nézni majd a komposztbarátok közt, hogy hát ha valahol létezik Szombathelyen is csoport, és akkor mindenképpen be fogok társulni tevékeny tagként. De ha nincs, akkor is szeretnék utána érdeklődni. Hát majd az önkormányzaton ezzel kapcsolatban majd megkeresem a Petrát, aztán majd meglátjuk, hogy mennyiben tud segíteni, mennyiben nem. Tehát hely szempontjából. De arra mindenképpen szükséges információm lenne, hogyha tudok használt raklapot szerezni, akkor körülbelül ez a három láda, amit tulajdonképpen meg kell csinálni, ez körülbelül mekkora legyen. Tehát most valószínűleg kezdő kis csoport lesz, ha nem létezik nagyobb nagy csoport, de akkor mindenképpen én megpróbálok tenni. Tehát itt is van a házunkban is, bár a belvárosban lakom, akinek van kertje, sőt a lányáik is kertes házba költöztek ki Bükre, úgyhogy tulajdonképpen itt meg lehetne szervezni se perc alatt, hogy tulajdonképpen közösségi érdek legyen ebből. Ricsi, gyorsan mondom neked, a 10 millió fának az erdésze, Bozzai Balázs, Szombathelyen lakik, és nagyon-nagyon jó kapcsolata van az önkormányzatnak. Én össze foglak vele kötni, jó? Keresd meg a Facebookon, írjál rám a Messengeren, és akkor összehozlak a Bozzai Balázsról, mert szerintem el tud járni neked, és akár ott még a 10 millió fásokkal is össze lehet kötni, és akkor lehet, hogy annak a berkein belül lehet egy komposztbarát csoportot csinálni. Jó? Uh-huh. Király, még annyit hadd kérdezzek meg, hogy kit tisztelhetek meg benned? Zsolnai Balázs. Zsolnai Balázs, oké. Pillanatokon belül keresni foglak a fészen. Oké. Köszönöm szépen. Köszönjük a kérdést, meg az élesben a szaktanácsodást. Balázs, hogyha berakod ide a chatbe magadat, akkor lehet, hogy
rá tudnak klikkelni. Ádám, mondod, amit szeretnél? Igen, sziasztok! Sok hasznos dologról volt szó, de nekem igazából egy dolog van az, amivel lehet, hogy nem vagyok elég tájékozott, és emiatt nem tudom. Szóval nekem az lenne a kérdésem, hogy ha önkormányzattal akarunk valamilyen megállapodást kötni, akkor kit kell ilyen esetben keresni, vagy milyen pozícióban levő embert kellene megkeresni, és milyen módon, hogy ilyen megállapodást lehessen kötni, vagy hogyan lehetne ezt elindítani? Mondjak valamit? Szerintem bárki mondjon, én Ritára is sandítok, mert tudom, hogy őnek is vannak példái. Ja jó, akkor míg ő elkezdi. Általában az van, hogy ugye egy területnek a kezelője kell, hogy engedélyezze ott a valamit, és ugye azzal kell megküzdeni, hogy ugye jogilag ilyen nincs, tehát erősen kell akarnia. Meg ugye van az az eshetőség, amit ugye a 22. kerület most csinált, hogy egy társasház csináljon, és beenged másokat is oda. Na, bocsánat, csak ennyivel úsztam az időt. De jól értem a kérdést, akkor ti már tartotok ott, hogy önkormányzati terület, és Edit integet. Igen, bocsánat, nem tudom, hogy hol van a kis kezem, amivel jelentkezni kellene. Nálunk ez úgy indult a 18. kerületben, hogy ugye, ahogy mondtam, végül is a városgazda adta nekünk a területet, de alapvetően, ha megvan a terület, hogy hová létesülne az a komposztpont, akkor meg kell tudni, hogy kinek a képviselő, mint ember képviselőnek a kerületéhez tartozik, vagy területéhez tartozik. Mi szintén jó kapcsolatokat ápolunk alapvetően itt az önkormányzatnál, mert egy zöld önkormányzatunk van, tehát mindentől függetlenül, hogy itt nagyon sokat kellett papíroznunk és dokumentálnunk, és egyezkednünk velük, ettől függetlenül támogatóak lennének, csak hát ők is keresték ugyanezt a jogszabályt, hogy hogyan lehet ezt jogi alapokra fektetni, ezt a közösségi komposztálást. A kerületi képviselőt tudnám javasolni, illetve megnézni, hogy az önkormányzatnak van-e például környezetvédelmi tanácsnoka, mert nálunk ilyenünk is van, az alpolgármester úrunk is környezetvédelemmel kapcsolatos ember, tehát hogy igazából meg kell találni valóban azokat az embereket, akik vállalják a kapcsolattartást, vagy azt, hogy segítenek az utat kijárni. Nekünk is akkor lett sikerünk, amikor a kerületi képviselő úr konkrétan kimondta, hogy kezeskedni fog az egyesületnek a működésért, mert ismer minket, többször került velünk kapcsolatba, szemétszedési akciók, faültetésekkel kapcsolatosan is, és tudja, hogy megbízható emberek vannak az egyesületben, és neki sajnos ki kellett mondania ezt, hogy kezeskedni fog arról, hogy működni fog, és valóban, amit lepapírozunk és vállalunk, azt be fogjuk tartani. Tehát mindenképpen önkormányzaton belül képviselők, alpolgármesterek, környezetvédelmi tanácsnok. Eszembe jutott, bocsánat, csak annyi nem válaszoltunk Ricsinek. 20 darab raklap, euraklap, általában euraklap, állnak a raklapok, kifele van a lábuk, 20 darabból áll a 3 ketrec, ez nagyjából 12 köbméter, és hátul egy deszkával össze vannak csavarozva, némelyik még a sarkaiba le van ütve egy karó, vagy valami, és hozzá van rögzítve, ennyi. Na, ezek mehetnének például a közös tudástárba, ahol így a zsolnai pecséttel el van látva, hogy ez a hiteles info. Engem az is érdekel. Oké, köszönöm. Hogy lehet, majd ingyen raklapot szerezve, valaki említette, hogy ingyen raklapból csinálta. Hát arra én is tudok válaszolni, mert mi meg tüzelőanyagnak kértünk, legtöbbször odaadják az ilyen nagy koncernek az O betűs nevű, a I betűs nevű, a sokféle nevű. Hú, most mindenki integet. Rita akart még azt hiszem a korábbira válaszolni, elmondod, aztán utána próbálom az integetéseket sor. Editre is szeretnék ráerősíteni, hogy valóban a folyamat az helyfüggő, meg személyfüggő, meg tisztségfüggő, de jó helyen járunk az önkormányzatnál, a városüzemeltetésnél. Az is előny, hogyha a Környezetvédelmi Bizottság elnöke esetleg jó barátunk, mert vannak olyan nem megfelelő helyen emberek, de ez egy jó konstelláció, hogyha még elhivatott is az, amire vállalkozott. És az önkormányzat egyfajta nyilatkozatot kért attól, a személytől, aki vállalja a felelősséget a fenntartásért, és maga köré szervezheti természetesen a közösségét, illetve maga a közösség is kinevezi azt, akit szeretne nevesíteni. És a hajlandóság a városunkban még a komposztáló
elkészítésére is megvan, meg volt, sőt, tudni lehet, hogy a szemétszállító cég annó valami nagyon bagatell összegért adta a lakosságnak a komposztálókat, csak valami miatt, és mondjuk azt, hogy ezt nem értjük, a lakosságnak nem volt rá igénye, ami hülyeség, és így visszavonták ezt a szolgáltatást. És folyamatban van az is, hogy szeretném nyomatékosítani, hogy akár pályázatból a lakosok kaphassanak olyan komposztáló berendezést, ami akár kis mennyiséget, vagy egy nagyobbat közterületen közösségi komposztálásra alkalmas kaphassanak. Ennyit akartam, köszönöm. Köszi, Ádám, így akkor kaptál most első körben én válaszokat? Igen, köszönöm. Lényegében így megkaptam. Egyébként korábban próbáltam már, mondjuk ez folyültetéssel kapcsolatos projekt lett volna felkeresni az önkormányzatot, de valószínűleg rosszul csináltam, mert e-mailben kerestem meg őket, és végül is több e-mail címre is írtam, és végül egyikről se jött válasz. Tehát lényegében teljesen semmibe vették a kérdésemet, de akkor nyilván ennek az a problémája, hogy másképp kellene mondjuk személyesen tudom megkeresni őket. Hát figyelj, én azt tudom még hozzátenni egy önkormányzat belseje felől, hogy amit mondtak a hölgyek, urak, az szerintem megállja a helyét, viszont érdemes tájékozódni egyrészt a tekintetben, hogy hol van ez a feladat, és leginkább mondjuk hivatali szinten hol van, mert az tényleg így szakmai alapon van valahol a hivatalnál, az önkormányzati részen nem feltétlenül szakmai, tehát én képviselőként nem azért vagyok képviselő, mert bemutattam a CV-met, az önéletrajzomat, hogy én erre alkalmasoljuk, hanem mert kampányoltam, tehát hogy ezt azért jó külön választani, tehát hogy a hivatalnál, meg adott esetben mondjuk egy cég, ahogy mondták a Rita is például, hogy melyik cégnek van ez, kiszervez ez a feladat, és akkor ott. De a döntéshozói oldalról, meg általában szerintem azért is érdemes mondjuk alpolgármester felül is megközelíteni, mert hogyha úgy vannak a feladatok, ezek mondjuk belső utasítások, nem ilyen munkaköri leírásszerűen ellenőrizhető feladatok, de hogyha úgy vannak, hogy mondjuk a környezetvédelmi terület az egy alpolgármesterhez tartozik, akkor neki hatásköre is van. Még mindig múlhat azon, hogy a polgármester, aki ugye azért mégiscsak az egésznek így a vezetője, hogy a polgármester mennyire nyitott a dologra, mert egy alpolgármester valószínűleg nem fog egy polgármesternek az elképzelésével szembe menni, tehát tök jó szerintem ezt úgy feltérképezni, hogy a hatáskörrel rendelkező embereket, meg a környezetvédelmi bizottságnak az elnöke is jó ötlet, mert akkor egy kicsit lentebbről is, meg föntebbről is megpróbálod. Én csak ezt tudom így mondani, hogy azért múlik azon, hogy mondjuk mennyire agilis egy hatáskörrel rendelkező szereplő, és mennyire találod meg vele a hangot. Ezt érdemes keresni. Egy gondolatot hozzátehetnék még megerősítésként ugyanehhez a felvezetéshez, köszi, hogy a napokban foglalkoztam azzal, és állítottam össze egy olyan jó, Marci, légy szíves, egy jó gyakorlatot, hogy milyen eredményei vannak annak, hogyha a civilek és az önkormányzat, aki lehetővé teszi a civilek működését, összefog, és jeleskedik bármilyen környezetvédelmi témában, és nagyon egyszerűen úgy is lehetne fogalmazni, hogy az önkormányzat segít, vagyis nagyon szereti azt, amikor a civilek az önkéntes munkájukat adják valamilyen megvalósításhoz. És akár egy faültető szervezet képviselőjeként, vagy a szándék, már elegendő ahhoz, hogy a döntéshozók befogadják ezt az ötletet, és támogassák legalább azzal, hogy engedélyt adnak az adott feladat elvégzéséhez, vagy a kezdeményezés elvégzéséhez. Az előbb nem mondtam, de Sopronból érdeklődő hölgy kérdésére szeretnék rácsatlakozni még azzal, hogy Sopronban van egyébként működő 10 millió fás csoport, akik ültetéseket is végeztek, csináltak, és most is az aktuális szezonban vagyunk, úgyhogy ebben tudnék segíteni neki egy kontaktot átadni, hogy kit keressen helyben. Köszönöm. Jó, elneveszítsétek egymást akkor szem elől, nem tudom, valaki dobjon be egy Facebookot, vagy mondom az öt kutyára, hogyha írtok a Csongor címére, vagy erre az űrlapra, akkor tudunk kapcsolatban maradni. De közvetlenül is lehet persze. Most már így 10 perccel túlmentünk az eredetileg tervezett időkeretünkön, hogyha még azokban bármi benn ragadt, akik még nem szólaltak meg itt, nem tudom, Anna, Anita, Eszter, ha még nagyon szeretnétek, akkor éljetek a lehetőséggel. Hát, sziasztok, nekem volna kérdésem a komposztálással kapcsolatban, de inkább ez a komposzt-WC dolog fogott meg, mert bele szeretnék kezdeni én is, vagyis hát érdekelne,
erről kicsit tudnál mesélni, légy szíves. Tudnék mesélni róla, de szerintem a legjobban akkor jársz, hogy dr. Gyula Iván halomszékes videóját megnézed a YouTube-on. Megnézted? Igen. Hát, igen, akkor a saját tapasztalatomat tudom mondani. Ugye kezdetben féltünk tőle, hogy itt ez nagyon durva szagokkal fog járni, ebből semmi nem valósult meg. Tehát teljesen jól működik, igazán még nincs rendes halomszékünk, egy vödörbe csináljuk a dolgunkat, aztán mikor megtelik, mi mindig teszünk rá valamilyen száraz anyagot, mikor megtelik, kivisszük a komposztra. Valaki azt javasolta, hogy akár csinálj, mert kezdetben külön választottam a sima komposztot, meg ezt, valaki azt mondta, hogy minek, igaza volt, egybekeverem, és mikor oda kiöntöm, akkor befedem még valamivel, valami szénával, vagy valami, hogy ne jöjjenek rá, legyek, és kész. Ennyi. A kertben van, nem messze a háztól. Úgyhogy szerintem teljesen működik. Egy olyat, annyit mondanék, hogy én is csak gyümölcsfa ültetésnél használtam el, nyilván nem eperalá raknám be első körben. Tehát, hogy nem olyan dolog alá raknám, ahol kontakt van a gyümölcsel. Csak úgy, hogy a biztonság kedvéért. De nem tudom, mit szerettél volna tudni? Ezt is igen, köszi. Meg néztem ilyen, hát ilyen fancy komposztvécéket. Az őrségben van egy csávó, aki gyárt ilyeneket. Hát elég drága, hogy biztos. Csináljál minden magad, nem kell szerintem. Ezt akkor, én az előbb azért jelentkeztem, hogy ott szóba került, hogy újrahasznosítsunk raklapokat, de mindenben keressük az újrahasznosítást. Ugye érdemes rávenni a komposztáló közösséget, hogy olyan edényekbe hozza le a komposztját, ami nem egyutas. Tehát például, ugye, hogyha nylon zacskóba hozza le, akkor az egy utas azt vagy kidobja, vagy rosszabb esetben behajítja a komposztálóba. Ilyen nagyon sok büfénél vannak ilyen 5 literes zárható kis vödrök, érdemes őket elkérni, ingyen odaadják, meg giroszosoknál. Én egyszer a Bartók Béla úton mentem, és egy kukából egy ilyen vegán étterem előtt egy toronyi ilyen kis vödör állt ki, és akkor kivettem őket, és a srác kijött az étteremből, hogy a teteje nem kell, és akkor mondtam, hogy dehogy nem kell a teteje, és akkor, mert azt még nem dobta ki, amúgy a rendes zöld kukába dobta ráadásul. Tehát minden, én azt mondanám, hogy csak köszi a tippet, mi azóta is a Vegan Love-tól szerezzük a vödröket, már 2 kört kértünk azóta tőlük. Na, tök jó. Tehát, hogy, mert én akkor ezt így föltettem, hogy szerintem onnan érdemes, de mindenhonnan. Tehát én azt gondolom, hogy mindig keressétek az újrahasznosítási megoldásokat is, mert látjátok, itt most komposztálásról beszéltünk, de már volt szó faültetésről is, tehát azért ez sokkal több annál, mint hogy mi csak komposztálunk, tehát mondom, újrahasznosítás, komposztálás, szemétszedés, én mit tudom, én lomtalanításnál gyűjtött fából készítek madárodukat, amiket kirakunk Budapest köztereire, tehát annyi ilyen lehetőség van, ami csak hogy így úgy kell gondolkodni, látsz valamit, hú, ezt mire tudnám használni. Jó? Oké. Értem, köszi. És még annyit szeretnék kérdezni, hogy fűrészpor, vagy így szalma, vagy mi az, amit így célszerű leszórni, mert olvastam, hogy fűrészpor, kezeletlen fából fűrészpor, forgács, szalma, ha ágdarálóval ledaráltál valamit, ágakat, az, széna, tehát az a lényeg, hogy valamilyen anyag, ami így inkább szívja a nedvességét a kokának. Értem, köszi szépen. Jó, köszi szépen mindenkinek, és hogy ilyen sokáig velünk maradtatok, meg hogy mindenki eljött, akkor ezennel én lezárnám most a mai esténket. Hát nagyon sok minden téma még maradt, meg kinyílt, úgyhogy én szerintem mindenképpen jó lenne, hogyha majd egy következő alkalmat is tudunk tervezni. Én baromi lelkes vagyok, hogyha ti is, akkor remélem még bent maradtok a hajóban.
nagyon szépen köszönjük a Népfőiskola nevében is Zsolnai Balázsnak, Bodrog Zoltánnak, Lipcsei Gál Editnek, Markó Gergelynek, Kalószabó Annának és Jázminnak, Görgei Reiner Ritának, és a te kedves gyermekedet, hogy is hívják? Jázmin. Hát ő is segített. Marci. A Marci is segített nekünk most. Köszönjük szépen. Hát akkor találkozzunk legközelebb, vagy így az online térben, de remélem, hogy minél hamarabb az első közös országos komposztbarát, nevezzük akciókonferencián. Akkor addig is mindenkinek szép estét és jó sikereket, és reméljük, hogy majd a következő alkalommal már arról is beszámoltok, hogy kinek hogyan haladt az épp zajló akciója és közösségi komposztáló fejlődése, és a közösségépítés. Sziasztok! Köszönjük! Sziasztok! Ja, sziasztok! Köszi! Sziasztok!